esti webkonferencia témánk, miért élünk meg konfliktusokat, illetve hogyan tegyük feleslegessé. Azt hiszem, hogy mindenkit érdekel az, hogy miért betegszünk meg, mi a betegségünk konkrét és valós kialakulásának oka, hova lehet ezt visszavezetni, és én azt hiszem, hogy mindannyiunkban felmerül az a kérdés, hogy nem lehetne esetleg konfliktusok nélkül élni. Nem lehetne valamit úgy csinálni, hogy a legközelebbi alkalommal ne botoljunk bele a ránk leselkedő DHS-ekbe, ne indítsunk el olyan programokat, amelyek megbetegítenek bennünket. Én azt hiszem, mindenki megérte már azt, hogy a fene megette, már megint ugyanaz történik velem. Mintha ismétlődne ugyanaz a film. Esetleg a szereplők változnak, de nem volt ilyen az életünkben? Nagyon sokszor előfordult velem is, drága Karesz, hogy azt gondoltam, hogy jó, ezen már túl vagyok, és aztán rögtön jött a sorszerű következő próbatétel, amiben megmutatta a lehetőséget maga ez a konfliktus, hogy hát azon még volna mit csiszolni. És nagyon örülök, ha mindenki figyelt, mit mondott Réka, azt gondoltam, hogy ezen én már túl vagyok. Na itt van, amikor azt gondoljuk, hogy megoldottunk egy konfliktust, és akkor az élet bebizonyítja, hogy aha, ez csak egy gondolat volt, de még nem volt érzelmileg a dolog lezárva. És ameddig érzelmileg nincs lezárva, addig a sinek gondoskodnak arról, hogy figyelmeztessenek minket, hogy kedves gazdám, ez még nincs megoldva. Pontosan erről fog szólni az a mai webkonferencia, természetesen szokásunkhoz szíven a germánygyógytudomány tárgyköréhez szorosan igazítva az előadást. De mi is ez a germánygyógytudomány? Egyáltalán mit kell erről tudni? Ki fedezte fel? Milyen alapelven működik? Egy rövid összefoglalót kérlek, Karesz, mondja azok számára is, akik most vannak itt először. Hát minden webkonferenciát azzal kell kezdenem, hogy mi is az a germánygyógytudomány, és igyekszem ezt rövidre fogni most, hisz az 5 biológiai természettörvényről külön webkonferencia is van, és hogy mi a gyakorlati jelentősége, meg előadásfelvétel is van róla. Tehát tényleg most az alapokról fogok csak néhány szót szólni, mert én úgy gondolom, hogy maga a cím az hát első nekifutásra azt érzékelteti, hogy ezt a témát szerintem reggelig lehetne taglalni. És előre bocsátom, hogy a vázlatát fogjuk ennek a gondolkodásnak átadni, és nyilvánvaló minden elhangzott gondolathoz még lehet további 10 mondatot fűzni, de nem szeretném 3 órásra csinálni a webkonferenciát, mert a vágásnál a hosszú webkonferencia problémát okoz. Szóval, dr. Ikem Gerd Hamer, ez a csodálatos ember, aki egyszerre volt kitűnő orvos, feltaláló, teológus és még fizikus is, találta fel számunkra a biológiai rendszernek, minden biológiai lénynek a csodálatos működését, törvényszerűségét. És őt idézem, amikor felolvasom, hogy ahhoz, hogy az itt következő fejtegetéseket teljes mértékben megértsük, feltétlenül szükséges megismernünk a germán gyógytudományt. Meg kell ismerkednünk a germán gyógytudománnyal, mert ameddig a gondolkodásunk az a fajta akadémikus gondolkodás, amire megtanítottak, amit megszoktunk, amiben eddig éltünk, addig a reakcióink, a biológiai válaszaink sem fognak megváltozni. A germán gyógytudomány behozza az életünkbe a nyugalmat, a tudást és a reményt abban, hogy tényleg képes vagyok meggyógyulni. Ez valami csodálatos. Itt nem arról szól, hogy még 2 hete van hátra és meghal. Itt arról van szó, hogy bármikor hozzáfoghatok valamit másképp csinálni, mint eddig, és ha megengedem a biológiámnak, akkor az meggyógyul. Hamer doktor a családi tragédiájának, a fiának, 19 éves fiának, Dirk Hamer fiának az elvesztése kapcsán tapasztalta meg saját bőrén azt, hogy az érzelmi megrázkódtatások az agy közvetítésével szervi elváltozást indítanak el. Persze természetesen, amikor egy apa elveszti a gyermekét,
akkor az a fájdalom nem oldható meg kedről szerdára virradó hajnalra. Ebbe az ember azért úgy belesüpped egy csomó, hát aki ismeri a körülményeket, hogy milyen körülmények közt vesztette el Hammer doktor a fiát, az teljesen megérti, hogy ez a történet nem egy olyan történet, amin az ember könnyen túl tudja tenni magát. És annál nagyobb tragédia egy szülő életében nem kell, mint hogy a gyermekét kell eltemesse. Tehát csak azért próbálom ecsetelni, hogy miről van itt szó valójában, hogy megértsük, hogy ez a tudós ember elgondolkodik, miután a fia halála után 2 hónappal heredaganata alakul ki, hogy kell legyen valami kapcsolat a kialakult heredaganata és a fia elvesztése között, hisz addig Hammer doktor teljesen egészséges volt. És mivel onkológiai osztálynak belgyógyász főorvosaként dolgozott, a daganatos betegeket elkezdte sorra kikérdezni. Ismét feltette nekik azokat a kérdéseket, amelyek hát nem voltak szokásosak akkoriban. És feltette azokat a kérdéseket, amelyek rámutattak arra, hogy minden beteg a daganat kialakulását megelőzően átélt egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatást váratlanul meglepetésszerűen, és magányosan élve ezt az egészet, elszigetelődve, benne maradva a konfliktusban, ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindította a szervi elváltozást. Nem véletlenül tettem ide az érzelmi konfliktus mögé a félelmet. Mert minden ilyen drámai, váratlan, meglepetésszerű történet, ami nem úgy történt, ahogy én elképzeltem, valójában a félelem miatt fog elindítani bennünk egy biológiai választ. Amikor váratlanul valami öröm ér minket, lesz abból betegség? Úgy gondolom, hogy nem. Abból sose lesz betegség. Hát. Ha valakit öröm ér, hogy mit tudom én, örökölt, vagy nyert, vagy megajándékozzák, valamit kap, amiről gondolkodott, hogy meg szeretném kapni, de hát nem vette meg, és valaki kitalálja és megveszi. Ez soha nem fog bennünk betegséget elindítani. De amikor egy félelem alapú érzelmi konfliktus rázza meg az életünket, ahogy szoktam mondani, mint Isten a vargát, és tátott szájjal maradunk, mert köpni nyelni nem tudunk a meglepetéstől, hogy te jó Isten, mi történt, és ebben az érzésben én benne vagyok, benne maradok, nos akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást. Ez valami döbbenetes új felfedezés, amire már az ezotérikus irodalomban rengeteg könyvet találunk, de senki, nem foglalta össze a lelki megrázkódtatásnak az agy közvetítésével a szervi választ egy tudományos táblázatba, ahogy azt Hammer doktor megtette. És ez a tudományos táblázat, ez kérem szépen kiállta a próbát. 2 éven át teszteltem, és kiderült, hogy minden, de minden szava igaz. Szóval ez a megrázkódtatás elindít bennünk egy biológiai konfliktust és egy biológiai választ, amit értelmes biológiai különprogramnak nevezett Hammer doktor, EBK. Értelmes, mert mindig a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, biológiai, mert hát bennünk biológiai lényekben zajlik, és különprogram, mert különben nem indul el, csak ha én elindítom, ha nincs konfliktus, nincs betegség. Unalmunkban nem betegszünk meg, erre még majd visszatérek. És egy nagyon lényeges kérdés a sineknek a kérdése. A sinek, kérem, azok a körülmények, amelyek rögzültek a váratlan esemény pillanatába. És ez egy túlélő program. Az állatoknak is a túlélését biztosítja az, hogy a sínekre még egyszer nem lépnek rá, vagyis nem mennek vissza arra a helyre, ahol majdnem elpusztultak. Nem fogják még egyszer azt a dolgot kipróbálni, amiben ők valamilyen konfliktust megéltek.
A kiskutya elkerüli azt az utcát is, ahol egy nagy kutya ráugatott. Ott a gazdi őrében tudja csak átvinni azon az utcán. Egy Berlinben élő barátunk mesélte el a történetet. Tehát az állatok ösztönösen kerülik a sineket, mert ők a félelmeiket nem tudják feloldani. De az állatok tőlünk eltérően mindig a pillanatban élnek. A biológiai testünk mindig a pillanatban van. Minden pillanatban választ kell adjon arra, hogy üss vagy fuss. Minden történetnek, amit viszont én a múltból behozok az életembe, arra a biológiám most fog reagálni, és ez lesz az, ami megbetegít. Nem történt semmi, csak elmerültem a múlt gyötrelmeibe, hogy hogy megbántottak engem, hogy hányan átvertek. Én mindenkiben csalódtam, nem sajnált senki, és tudjuk siratni magunkat. Sírva vigad a magyar, mondja az egyik közmondás. Mert kérem szépen, erről le kellene szoknunk. Le kellene zárnunk a napjainkat békével, hálával, meg kéne bocsátani mindent, ami ma történt, önmagamnak és mindenki másnak, empátiával, megértéssel, és akkor, kérem szépen, meg se betegednénk. Ezt a megoldási kulcsot nem én találtam ki, az, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ezt gondolom már mindenki hallotta. Igen ám, de mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, vagyis soha nem az számít, hogy mi történt vele valójában. Csak az számít, hogy mi volt az ő megélése. És kérdezem én, valaki el tudja mondani a gyermeke, a szomszédja, a barátja helyett, hogy mit élt ő meg akkor, amikor az történt, hogy? Nem. Az csak ő tudja elmondani, és ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Csak ő tudja elmondani, az ő szóhasználatában már benne van az, hogy hogy élte meg. És János bácsi, mit érzett akkor, amikor látta a feltört fészert? Hát doktor úr, nagyon szarul éreztem magam. Aki a könyvet olvasta, tudja, mire utalok. És ebben már benne volt az ő megélése. És innen lehetett tudni, és hát a biológia jelzi, hogy mi az, amire biológiai választ kaptunk. A második természettörvényben Hammer doktor megfejti a tünettan alapján, hogy mikor mi történik a testünkben. Mert ugye mindenki, aki tünettant, belgyógyászatot tanult, az tudja, hogy vannak hideg és vannak meleg tünetek. A hideg tüneteket itt kék színnel lejelöljük, a meleg tüneteket piros színnel. Ez mind Hammer doktornak a rajza, csodálatosan, grafikusan ábrázolja azt a folyamatot, amit értelmes biológiai különprogramnak nevezünk. Tehát a vízszintes tengely az időtengely. Megtörtént a konfliktusnak a megélése. Tátott szájjal maradtam, mint a fogorvosnál, és azt se tudtam, hogy mi van. És benne ragadtam a konfliktusba. És ameddig én ebben benne ragadok, addig mind konfliktus aktív szakaszban vagyok, és ekkor hideg tünetek jelentkeznek, mert hideg a kezem, hideg a lábam. Ketyeg a szívem, emelkedik a vérnyomásom. Tehát szaporább a pulzusom, szaporább a légzés. És ha túl sokáig bent ülök a konfliktusban, akkor a stressz hormonok szintje emelkedik. Az étvágyam elmegy, mert az agyam egyfolytában azon a dolgon jár, amit még mindig érzelmileg nem tudtam feloldani. Ezért nem tudok elaludni, vagy ha elalszok, felébredek. Nem táplálkozok rendesen, lefogyok. Van egy kérdésem mindenkihez. Vajon hány fel nem oldott konfliktussal küzd jelen pillanatban a szervezetünk? Az, aki nem tud nyugodtan aludni, az már tudhatja, hogy néhány program miatt konfliktus aktív szakaszban van. Zárjuk le békével a napjainkat. És akkor nyugodt lesz az éjszakánk is. A konfliktus aktív szakaszban már az én megélésem alapján a biológiám ad egy biológiai választ, segítséget. Az előző példával folytatva. Ha én igencsak szarul éreztem magam, mert ezt mindenki így fogalmazza meg, ha valaki úgy fogalmazza meg, hogy széklettől beszennyezve érzem magam, attól elnézést kérek. De, amikor én így érzem magam,
akkor vajon mit fog a biológiám csinálni? Ő egy az egybe veszi a dolgot, mert a nagyokos agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. És kérem szépen, megpróbál megszabadítani a kakitól. Már a konfliktus aktív szakaszban elkezdem felszaporítani a vastagbélben a nyálkahártya kehelysejtjeit, hogy még több nyál termelődjön, hogy tudjon kicsúszni az a széklet, ami nincs is ott. Csak az én érzésem az, hogy ott van. A biológia tehát segítségül jön. Azon kívül, hogy stresszes az életem, nincs más tünetem, meg hogy magas a vérnyomásom. Az összes esszenciális hipertóniának nevezett diagnózis itt keresendő. De hát érdekes, mindig azoknak magas a vérnyomása, akiknek stresszes az élete, akiket érdekel a vérnyomásról szóló webkonferencia, ott még egyéb tényezőket is felsorolok természetesen. De mit ad Isten? Az élet megoldja egy idő után a helyzetet, vagy éppenséggel már nem azzal foglalkozok, hogy eltűntek a szerszámok a fészerből, hanem jött egy újabb konfliktus, ami jobban elfoglal engem, mit tudom én, betörtek a lakásba, ellopták az autómat, megbetegedett a feleségem, bent van a kórházba, akkor már nem fog a fészer érdekelni, hanem elkezdek aggódni a páromért, hogy ja Istenem, mi lesz vele. És akkor elindítok egy másik programot, és ez viszont az első átmegy a megoldásba. Nos, a megoldásban látjuk rögtön, ugye ez három részből áll, az első piros szakasz meleg tünetekkel jelentkezik. Igen, itt gyulladásos tüneteink lesznek. Mit jelent az, hogy gyullladás? Ugye, aki már volt webkonferencián, tudja latinul, hogy rubor, tumor, calor, dolor, funkció, léza. Ez már a jelent? Ami annyit jelent, hogy rubor, vagyis pirosságot, ha felszínen van a gyulladásos folyamat. Meg is duzzad, ugye, tumor. Meleg is, calor, dolor, fáj is, funkció, léza, vagyis az a bizonyos rész, ahol gyulladás zajlik, az nem igen szokott jól működni. Van valaki, akinek a begyulladt ízülete ugyanolyan jól működik, mint a másik oldali? Nincs. Tehát ezek a gyulladásos tünetek most azt jelentik, hogy kézem, bizonyíték arra, hogy én most gyógyulok. Nem beteg vagyok, kérem szépen, épp gyógyulok. Nyilvánvaló, hogy a tünetek attól függnek, hogy meddig csücsültem én ebben a konfliktus aktív szakaszban, időben. És milyen erősek voltak az érzések. Mert a kettő szorzata adja meg a konfliktus tömeget, vagy ha ábrázolom grafikusan, akkor ezt a kékszíni területet. Tehát a gyulladásos tünetek azt igazolják az esetek 95%-ában, hogy éppen gyógyulok. És mit érzek, amikor gyógyulok? Hogy én beteg vagyok. Hát fáj a fejem. Hát nagyon jó. Mitől fáj a fejem? Mert a minden lélek agyszer szinten megy végbe, az agyi központba is megtörténik a víznek a begyűjtése, hisz attól duzzad az adott terület. Az agyi központban is ott van a víz. Isten ments ilyenkor koponyacétét csinálni, mert rögtön kitalálják, hogy agydaganatom van. Nézzük meg az agydaganatról szóló webkonferenciálőadást. De hál' Istennek nem maradunk benne, mert jön az epileptoid krízis, ami nem szivatás. Nem azért van, hogy a szenvedésem még erősebb legyen, mert ugye a legkeményebb tüneteket itt fogjuk megélni. Itt lesz mélyvénás trombózis, tüdőembólia, epegörcs, vesegörcs, szívizom, infarktus, légzésleállás, veseleállás, stb. Nem ezért történik ez meg. Az a lényeg ennek, hogy az agyi relé most fog rendbe jönni. Kipréselődik a víz az agyi központból, kipréselődik a víz a szervi szinten, és több vizeletet üritek, mint amennyi vizet eddig megittam. És amikor eljutottam ide, hogy kezdek többet pisilni, megszűnt a fejfájásom, és túl vagyok az epegörcsön, vesegörcsön, de nagyon fáradtnak érzem magam, már itt vagyok a piros mezőben. Extrém fáradt vagyok. Hát kérem szépen, azt is meg kell gondoljam, hogy megmozduljon a kezem, vagy nem. Fáradt vagyok, fájdalmaim vannak, de már jó a hangulatom, és megjött az étvágyam. Tudok enni? Kérem szépen, ez a legjobb hír. Ma két ilyen hírről is olvastam levélben. És csak gratuláltam az illetőnek, hogy éppen gyógyul. Egy levélben azt írták, hogy a apukának akkora epe görcse volt, elzáródott az epéje, besárgult, bevitték kórházba,
Hát felnyitották az Odi-féle záróizmot, leengedték az epét, és most ki van nyúlva, szegényem infúzión van, és olyan gyengé, hogy nem kaphat kemoterápiát. Mondtam, hála Istennek, amit magához tér ez az ember, vigyék gyorsan haza. Hallgassa a Hámeri zenét, és várja meg a gyógyulása végét. Igen, ebben az esetben egy kicsit kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetünk. A család segítségére lesz szükségünk, mert lehet, hogy oda kell vinni az ágytálat. Lehet, hogy nem tudok egyedül megfürödni. Lehet, hogy valaki meg kell etesse. Hogy éppenséggel le kell vágja a körmömet. De kérem szépen, itt már csak napok választanak el attól, hogy teljesen meggyógyuljak, és ismét a normális formában zajlódjon az élete. Nem tudom, annak, aki először hallotta, jó hír-e az, hogyha tudom, hogy hogyan gyógyulok meg, és én ezt nem blokkolom le, nem állítom le az első részben, itt az exudatív fázisban, olyan gyulladáscsökkentővel, szteroidra gondolok, ami visszatesz gyógyszeresen a konfliktus aktív szakaszba. Lehet fájdalomcsillapítót beszedni természetesen. Feltalálták már régen az hidegvizes, állatvizes borogatást. Csodálatosan tudja csökkenteni a fájdalmat a gyulladt területen. A fejfájásra feltalálták a jeges zacskót. De hát ezek, hát ez nem modern, hát ezek elavult módszerek, mondják az orvosok. Ne tessenek nekem semmit elhinni, tessenek kipróbálni. És rá fogunk jönni, hogy ezek az egyszerű dolgok milyen nagyszerűen tudnak segíteni nekünk abban, hogy a dolgok rendben legyenek. Nos, ott tartunk tehát, hogy ha tudom, hogy melyik szakaszban vagyok, akkor csak annyi dolgom van, hogy megnyugszom, és kivárom a gyógyulásom végét. Lehetséges, mondtam, ha nagy a konfliktus tömeg, hogy orvosi segítségre lesz szükségünk. Az esetek 80%-a, mondjam úgy, a nappaliban meggyógyul, de 20%-nak komoly orvosi segítségre lesz, vagy van szüksége. Tehát nem arra biztatom az embereket, hogy mindenképpen ellenszegüljenek egy kórházi beutalásnak. Vannak esetek, amikor indokolt, életmentő dolgokat tudnak megtenni a kollégák. Természetesen, hogy az ő tudásuk még nem ez, amiről itt most beszélünk, de minél többen fogunk erről tudni, annál hamarabb fog átmenni az orvosi gondolkodásba is ez a fajta gondolkodás, és akkor már nem kell félnünk bemenni az orvosi rendelőbe. Nem az lesz a kérdés, hogy még hány áttétünk van, hanem az a kérdés, azt fogjuk kiszámítani, hogy mikorra gyógyulunk meg. Ugye egy kicsit ez egy másfajta hozzáállás a történethez. Nos, a harmadik természettörvényben itt látjuk megint Hammer doktornak a csodálatos grafikus ábrázolását, és Hammer doktor a harmadik és negyedik természettörvényt szinte egyszerre egymás után fedezte fel. A harmadik törvény felfedezéséhez Hammer doktor az embriológiát vette segítségül, vagyis azt a tudományt, azt az anyagot, amiből első éven vizsgáztunk anatómia mellett, úgy hívják embriológia, vagy egyetfejlődés. Arról a 9 hónapról szól, amit mi az anyamében eltöltöttünk. Van, aki 9-et, van, aki 7-et, teljesen mindegy. A anyaméhen belüli fejlődés történetünkről van szó. És kiderül, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amik működnek. És kiderül, hogy ezek a sejtek vagy a szaporodással fognak reagálni konfliktus aktív szakaszban, itt van a sárga mezőben, ahogy azt már a vastagbél daganatnál elmondtam, de lebontjuk a felesleges sejteket gyulladásnak a kíséretében, hol a megoldási szakaszban. Az epileptoid krízisben lesz egy komoly bélgörcsünk, és ahogy azt Lajos bácsi megtette, hát természetes úton megszabadult a daganatától kisvérzés kíséretébe, utána még egy kis hegesedési fázis, és köszöni jól van. Van olyan, amikor először sejtet sorvasztunk? Természetesen, mert ez a biológiai válasz. Viszont ezt visszaépítjük a megoldási szakaszban. Logikus, ezt kérem szépen. Abszolút, és nagyon érdekes összefüggéseket mondtál. És hogyha működést változtatok, blokkolok, fékezek, mit fogok tenni? Visszaállítom a működést az eredeti szintre, ha megoldottam a konfliktust. Mert ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek.
De mi határozza meg azt, hogy mikor építek először, majd bontok, vagy mikor bontok először, majd építek? Na erre ad választ az embriológia. És itt van az a fantasztikus ábra, amiben Hammer doktor valami csodálatos módon ábrázolja azt, hogy az adott csiralemezekből adott szervek, szövetek alakulnak ki, és ezeket mindig ugyanaz az idegi központ irányítja. Tudjuk jól, hogy az elültetett magból kinő a növénynek minden része. Itt van gyökere, szára, levele, virága, minden kinő. De a három csiralemez az úgy keletkezik, hogy először is megtörténik a megtermékenyítés. Ehhez a férfi ondósejtje szükséges, és a női petesejt. Ez a megtermékenyítés a pete vezeték külső harmadában történik, majd elindul a vándorlása a megtermékenyített petesejtnek be a mély üregbe, de közben meg elindul egy nagyon gyors osztódás, és mire a mély üregbe beérkezik a megtermékenyített petesejt, már szedercsíra állapotról beszélünk, magyarul mondom, szedretmálnát mindenki látott már, tehát el tudja képzelni azt a sejttömeget, ami beérkezik a méhnyálkahártyáig, be a mélyüregbe. Az anyai méhnyálkahártyán keresztül vesszük fel a kapcsolatot az anyai testtel, ugye innen fogunk tápanyagot, oxigént kapni, és ideürítjük a maradékot. Na most a nyálkahártyába való beágyazódás előtt megtörténik annak a sok sejtnek a három rétegbe való szétrendeződése, és ezt jelzi Hammer doktor nem véletlenül sárga, narancs és piros színekkel. A sárga színnel jelzett sejtjeinket az agytörzs irányítja, és a falat konfliktusokat jelenítik meg az életünkben. Mi szükséges a túléléshez? Csupán táplálék? Nem. Kell még hozzá levegő, kell még hozzá víz, fény és hang. És mi az, amivel legrövidebb ideig bírjuk ki? Természetesen levegő nélkül. Ezért a halálfélelmi konfliktus mindig tüdőszövetszaporulatot fog elindítani. Lásd a tüdőről szóló webkonferencia anyagot. A lényege a belső csiralemezhez kötött programoknak, falat konfliktusoknak az, hogy itt mindig először sejtet építünk, megoldásba sejtett bontunk, és az agyi központ mindig az agytörzsben van, falatkonfliktusok, egyenlő, külön webkonferencia előadás. Középső csiralemez, vagy mezoderma. A mezoderma, középső csiralemez ős sejtjeit még mezenkíma sejteknek nevezzük, ezekből alakulnak ki a régi és az új mezoderma sejtek, és ugye természetes, hogy ezeknek két külön idegi központja van, itt van a kisagy, és fölötte van a fehér állomány. Ha megfigyeljük ezt a középső narancssárga agyi metszetet, láthatjuk, hogy a kisagy a narancssárga színével ide tartozik alóra, itt van a helye. A kisagy az agytörzsel együtt alkotja az ős agyat, és a kisagyban is, a kisagyhoz kötött programban is először sejtet építek, majd utána sejteket bontok. A kifli alakú narancssárga agyi részlet, fehér állomány látjuk, hogy ide tartozik a nagyagyhoz, és a nagyagyban, akár a fehér állományról, akár az agykéregről beszélek, először mindig sejtet sorvasztok, utána sejtet építek vissza. Mivel foglalkozik a kisagy? A vélt vagy valós támadások, külön webkonferencia, és gondozási konfliktus, azaz a melldaganatnak az egyik típusa, lásd a mellről szóló webkonferencia anyagot. Nem részletezem, akit érdekel, megnézi. Mivel foglalkozik, mit irányít a fehér állomány? Ide azok az érzéseim csapódnak be, amelyek önleértékelésként éltem meg. Nem tartom magam olyan ügyesnek, olyan jónak, olyan gazdagnak, mint amilyen a másik ember, mások irányítása, elképzelése szerint szeretnék élni, megfelelési kényszer, túlhajszoltság, stb. Ezek az érzések mind ide, ebbe az agyi részletbe csapódnak, és természetes, hogy először sorvasztunk, és utána fogunk építeni, mert az önleértékelés önpusztítást jelent, milyen szöveteket érint,
A mozgással kapcsolatos szöveteinket, csont, ízület, izom, erek, zsírszövet, kötőszövet. Ektoderma, külső csiralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, piros baba annyit jelent, hogy elválasztási konfliktus, külön webkonferencianyag. Itt is először sorvasztom, majd visszaépítem a sejteket, és természetesen nem csak az elválasztási konfliktust irányítja az agyunk, hanem a birtok konfliktusokat, és ezen a jobb oldali metszeten látjuk azt a keresztmetszeti képet, tehát ha én itt egy keresztmetszeti képet csinálok az agyról, akkor ezt a képet kapva fogom megtalálni azokat az idegi központokat, amelyeket birtok zónáknak nevezünk. A két fali lebeny, a két oldalsó részben vannak a birtokzónák, szembe, itt a homloklebenynél, vagyis itt, a homloklebenynél csapódnak be a jövőből érkező félelmeim, hátra, azaz a nyakszirti lebenybe csapódnak be a múltból érkező félelmeim, ha kettő együtt van, akkor már biztosított a migrénes fejfájás, és a többi, és a többi. Itt van az akaratlagos mozgás indító agyi központ, tehát ha én fel akarom emelni a kezemet, a mozdulat innen fog elindulni. Ide érkeznek az érzékszerveknek az információi, az agyban alakul érzetté, és a többi, és a többi. Tehát az agykéreg a legmagasabb szintű központ az, ahova minden befut, és természetesen, hogy az alatta levő központokkal is kapcsolatban van. De erre sem törek most ki részleteiben, csupán szeretném felhívni a figyelmet erre a logikus rajzra. Ha egy sejtem a belső csiralemezből származik, és az agytörzs irányítja, soha de soha ebben az életben nem fog a sejt elvándorolni, és a csontba áttétet képezni, bekopogtatni az agy egy másik központjába, és azt mondani, hogy léci, léci, meguntam prostatasejtnek lenni, én most csontsejté akarok alakulni. Hát ilyen történet nincsen. A metasztázisok kérdése az nem egy bizonyított tény a medicinában, csupán feltételezések. Az a dolog viszont teljesen igaz, hogy egy daganat mellé én tudok még egy másodikat, harmadikat, negyediket, ötödiket is csinálni. Kérdés, hogy hány filmet nézek? Hány fel nem oldott félelmem van? Hány félelemmel jövök ki a rendelőből? Milyen jövőt festenek le számomra? Mert ha azt mondják, hogy ez gyógyíthatatlan, akkor vajon nem a halálfélelmet fogom megélni? És akkor nem a tüdőszövetben indul el egy szaporulat? Vagyis az nem áttét a tüdőbe, hanem ez egy következő konfliktus, és ezért kérem szépen tudni kell, hogy minden konfliktus mögött egyetlen félelmet kéne keresni, és egyetlen dolgot kellene megoldani. A negyedik biológiai természettörvényből kiderül, hogy nem egyedül oldjuk meg a dolgainkat. Vannak nekünk kérem szépen segítőik. Itt vannak a gombák, a baktériumok és a vírusok. Vagyis a bennünk élő mikroorganizmusok, a gombák, a baktériumok, a kettő között van egy átmeneti forma, a gomba baktérium, vagy mikobaktérium, vagy TBC baktérium, kinek hogy tetszik jobban, és vannak a vírusok. És amint látjuk, ezek csíralemezhez kötötten fognak segíteni nekünk. Vagyis a gombák mindig és kizárólag csak az endodermális programokban, a belső csiralemezhez kötött programokban, falat konfliktusokban fognak segíteni számunkra a felesleges sejtek lebontásában. Épp úgy, mint az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le. A gombabaktériumok az régi mezoderma sejtekben fognak megjelenni, és ott fognak lebontani felesleges sejteket az emlőtumorból, az írhaszöveteiből, a hártyákból. A baktériumok a mezodermához kötött sejtekben, vagyis a mozgásszervekben fognak megjelenni, és segíteni, visszaépíteni azt, amit lebontottunk gyulladásos folyamatok következtében, ez természetes.
A vírusok pedig az ektodermához, külső csiralemezhez kötött programokban fognak megjelenni, segíteni, visszaépíteni mondjuk a mély nyak nyálka hártyáját, és kinevezzük a humán papilloma vírust kórokozónak, holott nem ő az oka a mély száj nyálka hártya sorvadásának, fekélyének, hanem mondjuk egy féltékenység. Mert birtokolni szeretném a szexuális partneremet, és meg szeretném őt fogni, mert beviszem a birtok viszont a szexualitásba. Tehát ezt, ha megértettük, akkor már nem kell félnünk ezektől a gombáktól, baktériumoktól, vírusoktól. Viszont, ha nem oldjuk fel érzelmileg a konfliktusokat, akkor a függő gyógyulás van itt legalól. Ezek túlszaporodnak. Vagyis egy fehér folyást, hölgyeim, nem diétával kell megoldani, és nem gombaellenes szerekkel, hanem el kellene gondolkodni, hogy a fehér folyásnak mi a lelki háttere. Azt kellene megoldani, nem prostituálom a lelkem, nem teszek meg valamit, csupán azért, mert a másik azt szeretné, hogy nekem ahhoz semmi kedvem nincs. Vagy ha éppen benne vagyok egy szexuális aktusba, akkor gondolatilag nem egy másik férfira gondolok, hogy éppen megcsalom most ezzel a másikkal ezt a valakit. Tehát tessenek megnézni a női biológiai programokról szóló webkonferenciaanyagot, és rögtön kiderülnek a nőgyógyászati betegségek lelki okai. Az ízületi betegségek esetén azt jelenti, hogy szinte folyamatos a fájdalom. Változó intenzitással, de állandóan fáj. Miért? Mert túl gyakran jönnek a sínek. Ezek a kicsi kék szakaszok azt jelentik, hogy szinte naponta, két naponta sínre kerülök, tehát nincs megoldva az önleértékeléssel kapcsolatos ízületi programom, ezért állandósul a fájdalmam. Jelzik ez valakinek? Olyan is előfordul, hogy csak néha jönnek elő tünetek, minden ültékből a villámcsapás. Teljesen nyugodt voltam, doktor úr, és elkezdett fájni a gyomrom. Vajon miért? Hát mert minden ősszel és tavasszal. Mert minden ősszel és tavasszal. Megértem egyszer ősszel, egyszer tavasszal egy bosszankodást, ami gyomor égést okozott nekem, vagy gyomorfekét csinált. De nem oldottam fel, nem tisztáztam, nem raktam érzelmileg rendben ezt a bosszankodást, tehát az ősz és a tavasz sínként elindítja bennem újra a túlélő programot. Ezek nem megbetegítő programok. Én betegítem meg magamat tudatlanul. De ha lezárom a napjaimat békével, akkor ez sem fog megismétlődni. És itt van a függő konfliktus aktivitás, vagyis nem oldom fel a konfliktust. Ez a legveszélyesebb történet, mert akkor vagy túlzásba viszem a sejteknek a szaporítását, és elzáródik a belem, és sebészetre kerülök, vagy elképesztő fekélyt alakítok ki, mondjuk a gyomromba, és elvérzek, vagy éppenséggel működésváltozással állandó cukorbeteg maradok. Ezt kérem szépen jobb lenne, hogy is mondjam, feleslegessé tenni. És jön az utolsó biológiai természettörvény, ami Hammer doktor munkásságára felteszi a koronát. Ezt egy 10 éves gyerek is megérti, hogy minden, ami él, az élni akar. Minden állat kint az erdőben, a mezőkön, a természetben a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd minden nap. Kérem szépen, ez rossz indulatú folyamat? Nem. Ez egy teljesen természetes folyamat. Az ember is, mind biológiai lény, ugyanígy működik. Tehát a rossz indulat nincs a természetben, csak az emberek fejében. A kérdés csak az, hogy értem vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem. Mert ha értem, akkor nem pánikolok a tüneteimtől, akkor megnyugszom, hogy éppen gyógyulok. És megengedem a biológiámnak, hogy befejezze a programot, nem fogom elakasztani újabb hülyeségekkel, félelmekkel, és nem teszek olyan terápiát, ami megakadályozza a gyógyulásomat. Nem, senkit se a méreg hiánya betegített meg, mármint a fizikai méreg. A méreg kezelés hiánya miatt senki nem betegedett meg, de többen belehaltak. A
A diéta hiánya miatt se betegedtek meg emberek, de diétába is többen belehaltak, esztelen diétába. Mert nem akarjuk megérteni, hogy az érzelmileg elindított programot érzelmileg kell leállítani, és nem tablettákkal, nem gépekkel való bemérésekkel, cseppekkel, kapszulákkal, puderekkel, és mindenféle más kiegészítő dologgal. Semmi nem fogja helyettünk megoldani a konfliktust. Ezt tessenek szíves lenni megjegyezni, hogy a germán gyógytudomány alapján viszont be tudom azonosítani. Mert ha vastagbél daganatom van, az csak attól volt, hogy szarul éreztem magam egy bizonyos történetben. Tehát tudom, hogy mit kell megkeresni, és ezt csak a beteg fogja megtalálni, ha valóban elkezd ezeken a dolgokon gondolkodni. Én azt mondom, hogy aki egyszer megtapasztalja a germán gyógytudomány igazságait, annak már nem kell semmilyen meggyőzés arról, hogy ez tényleg így működik. Hogy nem Isten verése, vagy a sors csapása mindaz, ami történik velünk, hanem csak a tudatlanságunknak a következményei. Tehát én azt gondolom, hogy az öt biológiai természettörvény ismerete a legfontosabb dolog, iskolában kéne tanítani, hogy gyerekek is tudják azt, hogy nem maradunk bent a konfliktusba. És az, hogy hogyan nem maradjunk benne, hogy hogyan engedjük el érzelmileg. Én gondolom, mindenkit ez érdekel. De miről is beszéltünk eddig? A konfliktusokról. Melyek azok a konfliktusok, amelyek megbetegítenek minket, ha nem oldjuk fel őket idejében? Itt van Hammer doktor csodálatos tudományos táblázata. Belső csiralemez, sárga szín. Miről szól? Falat konfliktusról. Ide tartozik a magány vagy egzisztenciális konfliktus, amikor a létfeltételeket nem érzem biztosítottnak. És erre jön a válasz, a víznek a visszatartása. Itt vannak a kisagyi programok, támadás, vélt vagy valós támadás, bemocskoltság, gondozási konfliktus, meldaganat. Innentől jön szóba a kezesség. A falat konfliktusoknál nem beszélünk kezességről, de a kisagyi programtól kezdve mindenütt a kezesség döntő jelentőséggel bír. A kezességről tudni kell, hogy az egy életen át az marad. És a kezesség pontosan választ ad arra, hogy anya-gyerekkel kapcsolatos az én konfliktusom, vagy partnerrel kapcsolatos. Mindenki partner, aki nem az anyám és nem a gyermekem. Tehát nem csak a házastársam vagy a szerelmem, hanem mindenki, az apám is, a testvérem is, a nagybátyám is, a tisztelendő úr is, a polgármester is, meg a jegyző is. Tehát ezek mind partner oldalon vannak. Nyilvánvaló kérdés, hogy konfliktusos-e az én helyzetem a falu jegyzőjével, polgármesterével, vagy nem. De partner oldali tüneteket fog okozni. A jobb kezesnek jobb oldalt van a partner oldal, bal kezesnek bal oldalt van a partner oldala. Az anya-gyerek oldal pedig mind a kettőnek a másik oldalon. Az önleértékelés, önpusztítás. Itt vagyunk a nagy agy fehér állományában. Itt már mindig sorvasztunk először, és utána építünk vissza. És jön az agykéreg, ahol szintén először sorvasztok, majd visszaépítek. Itt találjuk meg az elválasztási konfliktusokat, birtok konfliktusokat, és itt lent a táblázat alján azokat a programokat, amelyek működés változásról szólnak. És akkor jön a legfontosabb panelek egyike a mai napon. A lényeget már is az első panelben közlöm mindenkivel. Mert ameddig csupán a biológiai testünkkel azonosulunk, mindig lesznek konfliktusaink. Ameddig csupán a biológiai testünkkel azonosulunk. Az, hogy csupán biológiai lények vagyunk, az csupán egy gondolat, kérem szépen. Egy hibás önmeghatározás. Egy hibás identitás.
Az idő számunkra a múlandó dolgoknak ad egy teret. Az időt, mint negyedik dimenziót szokták emlegetni. De valójában az idő nem létezik. Tessenek megkérdezni a sündisznót a kertben, hogy milyen volt a tavasz, vagy milyen lesz a tél. Őt az most ebben a pillanatban nem érdekli. Őt az érdekli, hogy ma milyen az időjárás, holnap meg az fog érdekelni, hogy holnap milyen az időjárás. A sündisznó a pillanatban él. Az idő az egy fantasztikus lehetőség a megbetegedésre. Amikor nincs elég időm ahhoz, hogy valamit megtegyek, és túlhajszolom magam. De a létező, az örökké létező számára az idő nem létezik. Amikor csak a biológiai testemmel azonosítom magam, akkor az idő létezik. Amikor tudom, hogy annál több vagyok, akkor rájövök, hogy a pillanat számít, és nem a múlt, és nem a jövő. Amikor felfedezném a gondolataimon és az érzéseimen keresztül a bennem élő létezőt, akkor megszűnne a múlandósághoz kötődő összes félelmem. Nem szeretném, ha valaki a mondataim mögött valamilyen vallásos meggyőződést feltételezne. Mindaz, amit elmondok, tudományosan, még egyszer mondom, tudományosan bizonyított. Aki volt az idén táborban, az tudja, hogy miről beszélek. Nem egy bizonyítékot hoztam föl mindarra, amit én itt most elmondok, mint mondtam, vázlatot tudok közölni, alapvető magvas gondolatokat, és ezen lehet tovább rágódni. A jó és a rossz harca addig lesz bennünk, ameddig félelmekben élünk. Kérem szépen, mi a jó és mi a rossz? Minden jó, ami a túlélésemet, a boldogságomat, az egzisztenciámat támogatja. És minden rossz, ami ez ellen dolgozik. Nem így élünk? Nem ez az általános gondolkodás? Vagyis ameddig félelemben élem, megteremtem azt, amitől félek, és az összes démonomat. De amikor bizalomban élek, akkor azt teremtem meg, amire vágyakozom. Tehát eddig jó lenne eljutnunk, hogy nincsen jó és nincsen rossz, a természetben minden úgy tökéletes, ahogyan van. Ha a gondolkodom tehát vagyok megtévesztő program helyett, betennénk azt, hogy létezek és élvezem, akkor vajon mi történne? Akkor megjelennék a pillanatban. Akkor ez az érzés fogja áthatni az életemet, a gondolataimat, az érzéseimet. És végre az eddig a félelemre elpocsékolt energiáimat arra tudnám koncentrálni, hogy mi a fenét keresek én itt valójában, miért jöttem vissza erre a bolygóra, és végre tegyem már meg azt, amiért jöttem. Mert az itt létünk, a létezésünknek csupán egy megnyilvánulási formája. És szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy valójában addig, ameddig csak a fizikai testünkkel, a kilogrammjainkkal, a ráncainkkal, az őszhajszálainkkal vagyunk elgyötörve, és ezzel foglalkozunk, addig valami nagyon fontosat szem elől veszítünk. A legfontosabb dolog megérteni azt, hogy mi nem olyan lények vagyunk, akiknek lelkük van, hanem mi olyan lelkek vagyunk, akiknek testük van. Ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás. Viszont, ha ebből a gondolatmenetből indulunk ki, mert igenis szükséges a mentális aktivitás, szükséges az, hogy elgondolkodjunk az életünk dolgain, szükségesek ezek a konfliktusok, hogy ráébresztenek bennünket arra, hogy valamit nem a megfelelő
módon, nem természetes módon élünk meg. Igen. Amikor elkezdünk mutogatni valakire, hogy ki a hibás, mitől betegedtem meg, és akkor itt egészen széles a skála, akár a környezeti okok, akár a ránk reselkedő veszélyek, ugye a mikroorganizmusokra célzom, akár a genetikai állományunkat kezdjük el hibáztatni, addig mind-mind mutogatunk valakire. Most arra kérem a kedves hallgatókat, hogy próbálják ki, mintha mutatnának valamivel egy ujjal. Mindenképpen legalább három magunk felé irányul, és csupán kettő valami milyen más irányba. Próbáljuk meg itt is a 180 fokos fordulatot. Mi lenne, hogyha nem mutogatnánk, és nem kifelé magunktól eltávolodó okokat keresnénk, hanem ezt az ujjunkat magunk felé fordítanánk. Nagyon érdemes, nagyon érdekes lehet, és érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyi mindenben van bennünk harc. Mert senki nem akar beteg lenni. Mindenki azonnal instant megoldást szeretne, rám akar ez. Instant boldogságot, egészséget, és még valami egyéb földi jót is. Itt most ráhagyom a kedves hallgatókra a fantáziájára, hogy mit szeretnénk. Egyikünk sem szeretnénk betegek lenni. Egyikünk sem szeretünk fájdalmakkal szembenézni. A legkisebb láz vagy fejfájás komoly aggodalmat tud bennünk ébreszteni. Mi lenne, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy mindaz, amitől én el akarok választódni, amitől én külön akarom magam tudni, az már elválasztottságot hoz az életembe. Valójában csupán egyetlen egy konfliktus van. Az elválasztódásom önmagamtól. Attól a belső vezérlő egységemtől, ami természetes módon folyamatosan velünk van születésünk óta. Ha elgondolkodnánk azon, hogy mennyi mindentől akarunk elválasztódni, mennyi minden történik velünk az életünkben úgy, és ahogyan mi ezt nem szeretnénk. Vagy nem akkor, vagy nem azokkal, akikkel mi szeretnénk. Ezek mind konfliktusokat hordoznak. Ezeknek a konfliktusoknak a jelenlétük pedig nem feltétlenül egy rossz dolog. És tudom, hogy most mindenkinek kiegyenesedett a hajszála, és megráncosodott a homloka. Én egészen másképp tekintek ezekre a konfliktusokra. Ezek a konfliktusok lehetnek akár világító tornyok, amelyek mutatják, hogy vannak bizonyos területek, amikre egy picivel több figyelmet kellene szentelni. Azok a területek, ahol a nem teljesült elvárásaim, szükségleteim vannak. Ezek a szükségletek valójában azért jönnek létre, mint ahogy Karesz is említette már, mert tele vagyunk félelemmel, mert vagy így, vagy sehogy. Mert úgy gondolkodunk, hogy minden dualitásban látunk. Ez öreg, ez fiatal, ez sovány, ez kövér, ez csúnya, ez szép, ez nekem jó, ez nekem rossz. És folyamatosan a jó és rossz harcában gondolkodunk. Abban gondolkodunk, hogy majd kívülről jön valami szer, ami a bennem lévő rosszat jóvá alakítja. A bennem lévő rossz azért rossz, mert egyrészt így címkézem, másrészt azért, mert hozzám tartozik. Mert belőlem egy darab, igen, még az a rákos sejt is. Ameddig nem tudok azon elgondolkodni, hogy mit tehetnék másképp, mit gondolhatnék másképp, mit érezhetnék másképp, addig egy olyan ördögi körben vagyunk benne, amiből nem látjuk a kiutat. Igen, nagyon sokszor egy diagnózis után egy megváltozott tudatállapot jön létre, gondolok itt csak a prognózisokra, azokra a negatív jóslatokra, amiket rendelőben szoktunk hallani, és gyakorlatilag a figyelmünk fókusza kihegyeződik egyetlen egy momentumra. Csak ne fájna, csak tudnék megint dolgozni menni, csak a szobából tudnék kimenni. Mindig ez, amikor így gondolkodom, addig nem a megoldáson töröm a fejem. Nem azon gondolkodom, hogy vajon ez a fájdalom most egy konfliktusok tízszakasz tünete, mert ritka esetekben, de van ilyen. Igen. Vagy egy gyógyulási tünet. És ha ez egy gyógyulási tünet,
akkor van-e benne megfelelő alázat a testem iránt, hogy ez megengedjen megtörténni. Ez a folyamat már elindult bennem, a kérdés az, hogy leállítom-e. Nagyon érdekes az, hogy a gondolatainkkal és az érzéseinkkel milyen keveset foglalkozunk. És milyen érdekes az is, hogy mások gondolata sokszor felülírja a miénket. Fontosabb, mint a miénk. Nem csak fontosabb, hanem felülírja azt, ami a miénk. Mert érezzük, hogy van más megoldás, de mégis egy másik ember gondolata, tudása egyszerűen megsemmisíti néha a gyógyulásba vetett hitet, a reményt, és azt a motivációt, amivel mindannyian rendelkezünk. Akár felismerjük ezt ebben a pillanatban, akár nem. Mindig, amikor valami rosszra figyelek, akkor a figyelmem csak azt veszi, a figyelmem fókuszában lévő dolgot veszi figyelembe. Tehát nem veszem észre azt, hogy rendben, most fáj a fejem, de tudok járni, tudok beszélni, képes vagyok autót vezetni, közlekedni, főzni, és egyéb dolgaimat ellátni. Vagyis amire figyelsz, ott a valóságod. Pontosan. Ha megnézzük a halad konfliktusokat, hogy miért éljük meg, mert mindig kell még valami a túlélésünkhöz. Erről szól Zorának a Mi is kéne még című dala. Mindig azt gondoljuk, hogy még kell valami. Nem tudunk örülni annak, ami van, hanem még kell nekem, és ez elvezet a birtokláshoz, és újabb életveszélyes tünetek fognak megjelenni. Aztán halmozunk. Halmozunk, mert ezt láttuk a szüleinktől, nekik ez a túlélést jelentette, de mi már nem férünk el a kacatoktól a házban. És nem tudunk megszabadulni tőlük, ugye filléres emlékeim, hogy drágák nekem. Nem tudatosítjuk azt, hogy víz, levegő, táplálék, remélem mindenkinek van. Vagyis minden feltétel a túlélésünkhöz biztosított, és ne feledjük, hogy üres kézzel jöttünk, és úgy is fogunk távozni. A falat konfliktusoknak mi lesz a hatása a biológiai testünkre? Hát, mint mondtam, sejtszaporulat. Nyálkahártya, sejtek szaporulata, hogy jobb legyen az emésztés, jobb legyen a felszívódás, vagy éppen a maradékot jobban tudjam kiüríteni. A tüdőben, hogy nagyobb légzőfelületen jussak levegőhöz, mert halálfélelmem van. A vesében visszatartom a vizet, sejtet szaporítok, hogy eldugaszoljam a víz kijáratát, hogy maradjon vizem a túlélésre, vesegyűjtő csatorna szindróma. A szem szivárvány hártya sejtjei szaporodni fognak, hogy megszerezem a fényfalatot, ezek lesznek a szivárvány hártyában azok a bizonyos elváltozások, amelyekről beszéltem a szem, GNM szemmel című előadásban. Középfül nyálkahártya sejtjei szaporodnak, hogy megszerezem a hangfalatot, vagy hogy megszabaduljak a hangfalattól, mint mondtam, itt még nincs kezesség, jobb oldali középfülel szeretném elkapni, megkapni azt a hangot, amire vágyom, a baloldali középfülem szeretné megszabadítani a szervezetemet, a hallószervemet attól a hangtól, amit nem szeretnék hallani. És hát akkor miért élünk meg magányt, létfeltételek, hiányából adódó félelmeket, szegény, szüntelenül szenvedő szegény én állapotot? Miért? Mert átmegyek abba a konfliktusba, amit a partra vetett hal megélt. Képzeljük bele magunkat a partra vetett halnak a helyzetébe. Ahhoz, hogy túléljen a parton, le kell zárnia a víz kijáratát, hogy a vízkészlete megmaradjon. És ha viszont én a létfeltételek hiánya miatt érzek félelmet, elhagyatottságot, meg nem értettség, kirekesztettség, teljes elszigetelődést, magányt, na akkor a testünk úgy fog reagálni, mint a halak esetén reagált, vagyis lezárjuk a víznek a kijáratát, és eljuthatunk a teljes vese elégtelenséghez. Ne feledjük, hogy minden túlélő programot a biológia továbbadott. Ez is egy túlélő program.
Csak ne felejtjük el, hogy már nem vagyunk halak. Már éppenséggel azon régen túl vagyunk. És észre kéne venni, nem csak az, hogy nem vagyunk halak és emlős állatok, hanem észre kéne venni az, hogy ameddig víz, levegő és táplálék van a környezetünkben, addig a túlélésünk biztosítva van. Miért élünk meg vélt vagy valós támadásokat? Mert magunkban sem bízunk. És ezt akkor elkezdjük aggódással kompenzálni. És már is mutatunk egy hibás viselkedési mintát a gyerekeinknek. A bemocskoltság, az elcsúfítottság, az, hogy mit beszélnek a hátam mögött, a becsületsértések, ezek vajon miről szólnak? Kit sértenek meg ezek a történetek? Engem, a biológiai lényt, vagy a biológiai lényben létező örök lényt? Amíg azonosítom magam a biológiai testemmel, addig ezek a programok fognak rám hatni. Amíg azonosítom magamat a társadalomban, a családban betöltött szerepeimmel, a szerepeimmel. És ezeket nem csak eljátszom, mert el kell játszanom őket, hanem bele betegszem abba, hogy mit mondtak, hogy mit állítottak rá, róla. Na most ezeket a bírálatokat jó lenne lezárni ma este is. Itt megint csak félelem alapú gondolkodásról van szó. Miért félek a támadástól? Mert egyedül kicsike vagyok. Tehetetlen vagyok, kiszolgáltatott vagyok, szegény, én áldozat vagyok. Igen, de a gondolkodásommal jutottam el ebbe a helyzetbe. A gondolkodásokkal, hogy azt gondolom, hogy én csak egy vízcsepp vagyok a tengerbe, és semmi közöm nincs a tengerhez. Kérem szépen, mi magunk vagyunk a tenger, mi alkotjuk cseppenként a tengert. Jó lenne ezt tudni. És ha nem elszigetelként élnénk meg az életemet, akkor már nem tudnám magamat kiszolgáltatottnak érezni. Vagyis ha rájönnék arra, hogy ki vagyok én valójában, ez a félelem is okafogyottá válna. Nem tudom, hogy a hallgatók között van-e olyan, aki hallotta azt a mondatot eddigi életében, hogy vegyél sapkát, húsz papucsot, vegyél fel még egy szvettert, húsz fel a harisnyán, vegyél fel egy vastag pulóvert, hogy áll a hajad, így nem mehetsz ki az emberek közé, hát fésülködj meg, mit fognak rólad mondani? Megmondta rád, hogy hónap hideg lesz, jön a hideg front, fel kell öltözni. Ezek a mondatok azok, amelyek teljes mértékben úgymond idézőjelbe teszem szeretet alapúak. A szeretet alap, azért teszem rengeteg idézőjelbe, és kérem a kedves hallgatókat is, hogy tekintsék éppen a mondataimat, valójában arról szólnak, hogy nem szeretnék érted aggódni. Nem szeretném, hogyha bajodás nem, mert attól én rosszul érezném magam. Ha ezek nem 3-5-7 éves gyereknek hangoznak el, hanem mondjuk egy 37 évesnek, akkor nyilvánvalóan az, aki ezt hallja, vagy ezt a mondatot kapja, bárki is legyen, az édesanyja, társa, nagymamája, szomszédja, jó barátnője, teljesen lényegtelen. Nem mindig a szeretetet fogja meghallani benne, az óvó együtt gondolkodást. Azt fogja megélni, hogy már megint megtámadtak, már megint beleszóltak, már megint beszóltak, már megint hülyének néznek, hát tudom magamtól, ha fázom, akkor felveszem valamit. Ezek azok a helyzetek, amiket úgymond aggódással kompenzálunk. Erre hivatott utalni ez az előbbi mondat. Ezt a viselkedési mintát nagyon gyakran azzal magyarázzuk meg, de hát én csak jót akarok. Csak a javadat akarom. De hát én szeretlek. Ez a szeretet nyelvem. Igen, nagyon sokszor hangzik el szeretetből olyan mondat, amiben rengeteg él és rengeteg támadás lehetséges. Az a gond, amikor ezt észre sem vesszük. Amikor úgy segítünk, hogy a másik
fél, a segített fél, ez támadásnak, közbeavatkozásnak, bemocskoltságnak, sértésnek éri meg. Mindig, amikor valami bemocskoltsággal, elzsúfítottsággal élünk meg, ott benne van az elválasztás iránti vágyunk. Én nem akarom, hogy ez így történjen. Nem akarom, hogy rosszat mondjanak rám. Nem szeretném, hogyha ez kiderülne. Nem szeretném, hogyha ezt mindenki szájról szájra továbbítaná, ezt az információt. Gondoljunk csak a pletykákra. Jajjaj. Érdemes ilyenkor megnézni azt, hogy honnan származnak a pletykák. Nagyon sok rossz indulatú megjegyzést hallunk, tapasztalunk, mi is, mint mindenki más. Érdemes megnézni, hogy ez honnan származik. Érdemes megfigyelni annak az embernek a viselkedését, mert hogyha egy ember egyre több másikról állít rosszat, hogy mondjuk őt mindenki cserben hagyta, vagy mindenkiben csalódott, és nem támogat ezt, nem akarja azt, és már nem barát sem ezzel, sem a másikkal, akkor el kellene azon is gondolkodni, hogy vajon kivel van a baj. Néha azt hiszem, hogy a tükör az görbe, vagy lehet, hogy mégsem. Mindahányszor azt látom, hogy valaki olyan dolgokat mond, állít, ami másra rossz fényt vet, ott igazán komoly problémák vannak. Főleg azért, mert az az ember önmagával sincs tisztában. Azért tudja a másikat kritizálni, vagy azért akarja a másikat lenyomni, eltiporni, hogy egy picit felül tudjon emelkedni. Én azt hiszem, hogy ez az önértékelésnek az egyik olyan stádiuma, ami már egészen kóros, patológikus gondolkodáshoz vezethet, csak úgy tudok nagy lenni, ha a másikat elnyomom. Én azt hiszem, hogy tudatos ember egészen komolyan ilyet nem csinál. Természetesen vannak olyan helyzetek, amik biológiai azonosultságaimmal, szerepeimmel kapcsolatosak. Mert az én családomat ne bántsa senki. Hát így van. Hát az én anyámról nem mondjon rosszat senki. Ezek azok a helyzetek, amelyekben valamilyen szereppel való azonosultsággal való konfliktust tudunk megélni. Mert lehet, hogy nem mondanak rosszat, vagy nem öntenek le a Billy űr tartalmával az utcán, de a gyerekemre rosszat mondanak, hát ég a pofám róla bőr. És hogy szégyellem magam, és hogy ez mekkora konfliktust tud nekem okozni. Mindig, amikor konfliktusról beszélünk, akkor dualitásban élünk. Vagyis van egy helyzet, ami olyan, amilyen, és van egy elvárásom, ami ezzel a kialakult valós helyzettel nem összeegyeztethető. Ezt értem dualitásnak. Van valami, amivel én nem vagyok békében, amitől én távol akarom magam tartani. Mindahányszor egy támadó mondat jön, vagy annak éljük meg, mert ez is egy nagyon szubjektív és sikamlós terület, mert mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, mint ahogy ezt az első számú természettörvényben hallottuk. Ennél fogva érdemes megkérdezni mondjuk egy beszélgetés során, hogy én azt hallottam, hogy főleg azokban a pillanatokban lenne jó és célszerű észhez kapni, amikor úgy hisszük, vagy úgy érezzük, vagy azt gondoljuk, hogy ez számunkra egy célzás, egy bántás volt. Nagyon sokszor ez valójában nem is áll fenn. Nagyon sok ember a hanglejtésből, a mimikából, a gesztusokból, a nonverbális kommunikációból volna messze menő következtetést. Csak egyetlen egy óva intő gondolatot engedjenek meg, kedves hallgatók. Nem biztos, hogy én abban a pillanatban teljesen objektív tudtam maradni. Lehet, hogy a saját szubjektivitásom miatt gondolom azt, hogy ez rám nézve sértő, bántó, megalázó, és így tovább. Nem biztos, hogy rám célzott, nem biztos, hogy ezt valóban úgy értette, és nem biztos az sem, hogy itt meg kellene kungatni a vészharangokat.
Mindahányszor egy ilyen szituációba kerülök, és azt élem meg, azt az illuzórikus lehetőséget választom, hogy tehetetlennek vallom magam, mert bocsánat, ez egy választás. Igen. Van választás, minden egyes lehetőség, minden egyes pillanatban van lehetőségünk változtatni, másképp gondolni, visszakérdezni, elmondani, hogy több figyelmet szeretnék, több közelségre vágyom, gyakrabban szeretnék veled minőségi időt tölteni, szeretnék olyan dolgokat beszerezni, amit megkapni, amire vágyakozom. Legyen ez egy irodai szék, legyen egy kis párna, egy kávés csupor, bármi. Adjunk ennek hangot. Mindahányszor nem teszünk eleget ennek, azt érezhetjük, hogy azt gondolhatjuk hibásan, hogy hát ezt én nem érdemlem meg, ezt én nem kaphatom meg, ezt nem illik, ezt nem szabad, ez nem való. És minden ilyen esetben, amikor elzárom magamtól a lehetőséget, hogy bármin változtassak, vagy változtatni tudjak, akkor megélem azt, hogy nincs lehetőségem változtatni, nincs lehetőségem dönteni, nem tehetek semmit, a helyzet rabja vagyok, és ez maga az áldozati helyzet, ami csak egy gondolati struktúra. Sajnos annyira be tud épülni a jellemvonásaink közé ez a fajta gondolatvezetés, hogy gyakran egy egész életet le tudunk élni áldozat struktúrában. Olvastad milyen levelet? Valójában mindig van döntési lehetőségem, és nem kell a radikális változásokra gondolni. Senkit nem biztatok arra, hogy most azonnal kelljen fel, menjen oda a párjához, és olvasson be neki, mert. Nem, én arra szeretném biztatni a kedves hallgatókat, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz. Valójában mit szeretnék? Itt kezdődik, és nagyon-nagyon finoman utaltál, nagyon köszönöm, a szívtől-szívig kommunikációra. Mert ha alkalmaznánk ezt a fajta kommunikációt, amit a háromnapos képzéseken bemutatunk, akkor el tudnánk kerülni ebből a hibás kommunikációból és gondolkodásból, elképzelésből származó összes támadásként megélt konfliktust. De miért félünk? Miért félünk a vélt vagy valós támadásoktól? Mert ilyenkor ugye, ha egyedül vagyok, ugye elszigetelten gyenge vagyok. De ha többen vagyunk, akkor már erősebbnek érezzük magunkat. És itt jön be ugye a nyájszellem. Fokozottan félünk a külvilág fenyegetésétől, amikor egyedül vagyunk. És a félelem fenntartása valahogy úgy néz ki, hogy ez egy központi tevékenység. Tessenek hallgatni a híreket. Hány negatív és hány pozitív dolgot mondanak el? Csak a félelemben tartott embereket lehet irányítani. És mindig lesz a következményként a megélésünk alapján az IRHA program sejtszaporodással, fagyumirigy, hashártya, mellhártya, szívburok, tessenek megnézni a vélt vagy valós támadásról szóló előadásokat. De ha engem nem a halálfélelem tart a markában, megtanultam félelem nélkül élni, akkor a félelmeken alapuló biológiai túlélő programok sem fognak rajtam ki, nem fognak ilyen programok elindulni. És itt van egy nagyon lényeges kérdés, amit már érintettünk, az aggódás, ami ugye a mellnek a tejtermelő mirigyhámján fogja elindítani a sejteknek a szaporodását, de mint érdekes, ugye nem csak az aggódás, hanem a folyamatos veszekedések, fészek vita konfliktusok is ugyanezt eredményezik. De vajon miért? Gondolkodtunk rajta? Ugye, amikor a szeretteink körbevesznek, akkor biztonságba érezzük magunkat, és így kellemes biztonság, túlélési esélyünk, biológiai gondolkodás, ez biztosítva van. De a fészek vita ezzel pont ellentétes. Nem, de bár. De bár, de bár. De bár, de bár. A biológiai válasz viszont ugyanaz. Tehát csak emlékeztetőül az elválasztási konfliktusnál.
Ha nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől, a biológiai válasz ugyanaz. Sorvasztom a bőröm. Ha nagyon aggódok egy szeretett élőlény sorsa felől, vagy nagyon zavar engem ez az állandó vita veszekedés, akkor miről van szó? Mind a két esetben magamat féltem, és elindítom a biológiai programként a meldaganatot. Az aggódás egyfajta imádkozás olyas valamiért, amit nem akarunk. Az aggódás egy nagyon érdekes téma. Mert hogyha úgy hiszem, hogy valaki nem boldogul nélkülem, az én aggódásom aktív közreműködésem nélkül, az egy nagyon érdekes kérdést vett fel bennem. Mondjuk ez a párunk, hogy hogyan boldogul, hogy tud beilleszkedni az új munkahelyre, milyen dolgok történnek majd vele ott. Mm-hmm. Ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez a társ, ez valószínűen élt azelőtt is, hogy bennünket feleségül vett, vagy hozzánk jött feleségül. Igen. Vagy érthető. Szóval, amikor megszűnünk egyénként létezni, és azt gondoljuk, hogy irányíthatjuk, befolyásolhatjuk a másik életét, akkor egy kicsit az ő életét éljük. Akkor egy kicsit átvesszük az irányítást a másik élete fölött is. Ilyenkor jönnek a hasznos jó tanácsok, hogy mit vegyél be, azt hányszor, és így tovább. Persze, amikor egy betegségről van szó, akkor is megjelenik az aggódás, talán ilyenkor a leggyakrabban, mert féltjük a másik egészségét, és féltjük azt, hogyha ez nem valósul meg, tehát ha nem gyógyul meg, annak milyen következményei lesznek. Gondoljuk itt csak a csökkent munkavégzésre, a csökkent munkaképességre, meg gondoljunk egyből borúra és halálos kimenetelő eseményekre, bár nagyon gyakran ez is benne van. Nagyon érdekes az, hogy mennyi mindenért tudunk aggódni. És mi az, amit még mindig a biológiánk helyett szeretnénk megoldani? Ne felejtsük el azt, hogy történt egy esemény, amire ilyen vagy olyan gondolat és érzelmi reakció volt, és ez meghatározta a sejtjei működését. Igen. Most a sejtműködést próbáljuk befolyásolni azzal, hogy mentális szinten tovább bomlasztjuk a biológiák egyensúlyát. Azt hiszem, hogy itt van a legalapvetőbb dolog, az aggódás. Ha bízom a biológiámban, és el tudom fogadni az ő természettörvényt igazságként, és különösen az ötödikkel értek egyet, hogy mindennek oka van, mindennek értelme van. Azért is nevezzük értelmes biológiai külön programnak. Nagyon köszönöm azt, hogy megjegyezted, hogy a biológia nem unalmában gyárt rákos sejteket. Nem éppen azért, mert kicsit ellaposodott az életünk, és olyan uncsi lenne, hanem egy is felmények egy onkológus. Nem. Azért van, mert túlzásokba esünk, és ez az aggódásra különösen igaz. Azok az érzelmi túlzások, amiket nagyon sokszor észre sem veszünk, és azt gondoljuk, hogy ez a normális, ez az elvárt viselkedés egy ilyen helyzetben, az önmagunkat betegít meg. Gondoljunk csak a fészekült a konfliktusra. Hány és hány konfliktus alakul ki egy családban, főleg akkor, amikor különböző dolgokról más-más nézőpontot képviselnek. Mondjuk a gyereknevelésről, más az elképzelése a férnek, más az elképzelése a feleségnek. Gyereknevelés teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan életperiódusok, életciklusok, amikben a gyereknevelés egy kicsit nehezítettebb pályaként jelenik meg, gondoljunk csak gyermekeink kamaszkorára, ami bizonyos helyzetek, vita helyzetek kialakulását favorizálja. A kamaszok szeretnének
felnőtt előjogokat, és gyermeki védelmet. Nyilván ezen nagyon sok vita indul el. Én azt hiszem, hogy zömében ezek azokat a dolgok, amik megnehezítik az együttélést. De lehetnek ezek anyagi jellegű gondok, hogy ki hova költ, mit vesz, mit nem vesz, mikor mentünk nyaralni, miért nem mentünk, ha mentünk, akkor miért oda mentünk. Szóval valahogy ezek a helyzetek adódnak. Az, hogy egy családon belül, egy fészken belül mennyi teret adunk az egyetnemértésnek, mennyi teret adunk a túlzásba esett meggyőzésnek. Mert minden vita egy meggyőzéssel kezdődik, mert rá akarom erőltetni az én nézőpontomat, hogy az a helyes, és rögtön elítélem az övét, hogy ha az enyém helyes, akkor a tiéd nem lehet az. És mindig ilyen monofokális módon gondolkodunk, hogy vagy ez, vagy semmi. Vagy így van, vagy inkább el sem megyek nyaralni. Ezek azok a szituációk, amik a fészek vita konfliktusnak a melegágyát teszik. De gondoljuk csak bele, amikor ezt a fészket alapítottuk, vajon milyen tervekkel indultunk? Én azt hiszem, hogy senki nem megy úgy neki egy házasságnak, vagy legalábbis nem ez a döntő, hogy hát csak csináljuk, ameddig bírjuk, aztán ha nem, akkor te jobbra, én balra, és puszipartások leszünk még 10 év után is. Maradunk jobb barátok. Én nem hiszem, hogy így tervezzük a hosszú távú együttműködést, együttélést. Minden egyes esetben, amikor egy fészekvita kialakul, és nem kap orvoslást, és itt érzelmi megoldásról beszélek, az orvoslást félre ne tessék érteni. Most már nagyon, nagyon vigyázzuk a szóhasználatra, hogy véletlenül se értsük ezt félre. Tehát amikor egy érzelmi perpatvar van bárkiben, akár kimondott, akár ki nem mondott módon, mert nagyon sokszor ez ki sincs fejezve a külvilág felé, csak próbáljuk magunkban, majd én túl leszek rajta alapon megoldani, vagy majd másképp fogok erről gondolkodni, vagy majd az idő megoldja. Ezek azok a helyzetek, amik sürgős kibeszélést, átbeszélést és rendezést igényelnek. Gondoljunk csak azokra a gondolatokra, amiket a sinekről beszéltél. Ugye az első természettörvényben is megismertük, hogy ott van a DHS-ben, és rögzülnek a sinek. Nagyon nehéz egy olyan programot feloldani, ahol pont a családtag a sin. Hát igen, mert minden nap találkozik. Nem mehetek el az 5 éves kisfiamtól 3 évre külön, hogy leszálljak a sinekről anyaként, ha éppen pont miatta vannak fészekvita konfliktusaim, vagy vele nem értem meg magam, mert a dackorszaka túl vehemes, és nem tudok vele mit kezdeni. Ezt nem lehet így megoldani. Én azért is hiszem azt, hogy a sinek kerülgetése ideiglenes megoldás lehet, de nem biztos, hogy hosszú távon vagy érdemben ez segít. Érdemes lenne megnézni, hogy hogyan érzem én ezzel a helyzettel magam. Mi okozza bennem ezzel a helyzettel kapcsolatban a legnagyobb békétlenséget? Mi az, amit én ebben az élethelyzetben félelemmel látok? És érdekes az, hogy az aggódás az, ahogy mondtad, hogy egyfajta imádkozás olyas valamiért, amit nem akarunk. Gondoljunk csak arra, hogy hányszor fogalmazzuk meg, hogy mit nem szeretnénk. Uh-huh. Van egy kedvenc beszélgetési témám, és nagyon érdekes az, amikor megkérdezem az embereket, hogy ők mit szeretnének, és túl sok lehetőséget adok nekik a megoldásra, akkor a lehetőségek széles skálájától nagyon sokan leblokkolnak. Mert valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit is szeretnénk. Ön mire vágyik? Ez nagyon jó kérdés, és ezt tényleg így tapasztaljuk meg.
Mert nagyon szűk keretek közt gondolkodunk és határozzuk meg, hogy ezt igen és más nem. És itt jönne egy hatalmas nagy kérdés, ugye az önleértékelés. Vajon miért élünk meg önleértékeléseket? Megéri nekünk azt, hogy a csontokat, az ízületeket, az inakat, az ereket, a kötőszövetet, a zsírszövetet tönkretegyük? Majd fájdalmasan visszaépítsük, kivéve ugye a zsírszövet. Hiányzik ez az életünkből? Tehát ameddig a biológiai testünkkel azonosítjuk magunkat, addig lesznek ilyen konfliktusaink. Mert senkinek nem tökéletes a biológiai teste. Mindjárt, ahogy mondtad, egy másik emberhez hasonlítom magam, és kiderül, hogy én nem vagyok olyan szép, én nem vagyok olyan erős, én nem vagyok olyan okos. És már is leírtam magam. Az önbecsülésem eltört, derékba tört. Ugye? Személyiségben megért önleértékelés, derekat érinti. Aztán ott van az, hogy én szegény családból származok. Hát nekünk, mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a származásom is, hát nem jegyezték a történelem könyvek azt a családot, ahonnan én születtem. Ugye? De legalább szereztem diplomákat. Elerakom a falamat mindenféle diplomákkal, végzésekkel. Még lehet, hogy a 8 osztályos diplomám is ki van téve, mert hát az is egy fontos dolog. Igen, egy fontos dolog, de ne azonosítsam magam a papírokkal, az igazolásokkal, a munkahelyi társadalmi pozíciókkal. Hányan betegednek bele abba, hogy a munkahelyen megváltozott státusba kerül? Abban, hogy a társadalomban betöltött szerepéből egyszer csak ki, vagy egy csoportban betöltött szerep. Ő a kunyhófőnök, és következő nap leváltják, és ebben belebetegszik. Tehát ilyen történeteket is ismerünk. És ameddig a másik nagyon fontos kérdést nem tisztázzuk, hogy a családban betöltött feladatom, szerepem, vajon mi? De ha én ezzel azonosulok, akkor megint csak lesznek ilyen konfliktusaink. Mert kérem szépen, mindenki lehet szülő, nagyszülő, gyerek egyszerre. És van egyfajta viselkedésem anyámmal szemben, van egy másik viselkedésem a gyerekemmel szemben. Minek? Hány állarcot viselünk? Ugye az arc nem a tiéd, csak őrzöd valakiért. És ameddig mi ezekkel vagyunk elfoglalva, amíg mi ezekkel a dolgokkal azonosulunk, vagyis hibás az önmeghatározásunk, addig igen lesznek önleértékeléssel kapcsolatos programjaink. Ne feledjük, az önleértékelés, az önpusztítás. Nagyon sok olyan elképzelésünk van, hogy nekünk milyennek kellene lennünk. Nagyon sok olyan helytelen, hibás énkép van, ami nem a valódi énünket jellemzi, hanem egy elképzelést, amit tudok, amit elértem, amit fel tudok mutatni, amit el tudok mondani a többieknek. Ezek zömében vagy fizikai tárgyak, fizikai világhoz tartozó matériák, tárgyak, autók, státuszszimbólumok, nagy házmedence, luxusjak, saját magánrepülő. Mindezek valamit bizonyítani akarnak. Egy tárgy mögé bújva próbáljuk jelezni, hogy igen, én jó vagyok. Igen, én ezt elértem. Igen, van hatalmam e fölött a tárgy fölött, van egy bizonyos anyagi jólétem, van egy olyan hátterem, amivel ezt is megengedhetem. Van, aki bizonyításból akar, mert annyit hallotta, hogy hát belőled úgyse lesz semmi, hogy próbál erre rácáfolni. Nagyon gyakran, amikor már megcáfolta ezt az állítást, akkor is viszi tovább ugyanezt a magatartást, anélkül, hogy értelme lenne, anélkül, hogy bármilyen fontos, lényeges dolog is lenne az,
tovább viszi a bizonyítási késztetést. Vannak olyan emberek, akik nem tudnak leállni. Mindig újabb és újabb üzleteket, terveket, projekteket készítenek. Nem tudják abba hagyni a halmozást. Vannak olyanok, akik tudást halmoznak. Akik mondjuk három egyetemet is kijárnak egymás után, mert azt gondolják, hogy nem tudnak eleget. Hogy még az, amit ők tudnak a világról, az kevés. Folyton kíváncsiak, és folyton visszajelzést akarnak kapni, hogy ugye, amit tudok, az már jó. Ezért szeretünk annyit vizsgázni menni. Már aki szeret. És vannak olyanok, akik embereket gyűjtenek, barátokat, érzelmeket, élményeket, mert másoktól várják azt a visszajelzést, hogy igen, te jó vagy, te szerethető vagy, te közénk való vagy, neked ezt... ez a dolog jó, és gondoljon ki csak azokra a szituációkra, amikor nagy társaságokat gyűjtünk magunk elé. Vagy lehet, hogy csak egy kanapé sarkán meghúzódunk a Facebookos barátainkkal, ismerőseinkkel, és teljesen elképedünk azon, hogy jé, már nem kaptam X idő óta semmilyen visszajelzést senkitől. Ilyen betegünk is. Sajnos az önértékelésünket mindig külső dolgoktól várjuk, vagy tárgyaktól, vagy a tárgyakra ruházott jelentéstől, vagy a tudástól és a megszerzett tudásról származó papírokról, vagy pedig emberektől, akiknek közelség és távolságával tudjuk szabályozni azt, hogy kivel tudok jól lenni és kivel nem. Valójában ezek csak szerepek, helyzetek, életpillanatok, morzsák. Valójában kik is vagyunk mi? Úgy kezdtem, hogy mi nem olyan testek vagyunk, fizikai test, akinek lelke van, vagy aminek, kinek hogy tetszik. Mi lélek vagyunk, akinek van teste. Nagyon érdekes lenne elgondolkodni azon, hogy az én fő azonosultságom szellemi, anyagi vagy érzelmi. Teljesen mindegy, mivel azonosítom magam, valójában csak az árnyékot azonosítom be. Valaminek az árnyékát. Valójában olyan lények vagyunk, akik azért jöttünk ebbe a bőrbe, ebbe a testbe, hogy megtapasztaljuk ennek minden örömét. És nem a hedonizmusra hívom fel a figyelmet, mert mi mondhatja a kedves hallgató, hogy jó, de én nem örülök a pluszkilóimnak, nem örülök a ráncaimnak, nem örülök a betegségemnek, nem örülök a koromnak, a banki kölcsönömnek, a főnökömnek, és annyit tudunk sorolni, hogy minek nem tudunk örülni. De mindezt, ha megnéznék egy másik szemszögből, vajon ezek a helyzetek mire késztetnek? Minél, amikor önértékelésről vagy önleértékelésről van szó, akkor gyakorlatilag az önmagam iránt érzett szeretet és tisztelet hiányáról beszélünk. És megint csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem az önzőségről beszélek. Szeretem és tisztelem magam annyira, hogy elfogadom magam úgy és ahogyan most vagyok. És ha az, amit most látok és tapasztalok, nem okoz bennem örömet, akkor változtathatok rajta. Nagyon. Viszont nem bántom tovább magam. Igen. Azért, hogy... Nagyon lényeges megoldási kulcsot mondtál itt ki, mert az önleértékelésből fakadó biológiai program, az elakadt gyógyulás, az állandó fájdalom, vagy a folyamatos elhízás csak akkor fog leállni, ha végre kibékülök önmagammal, elfogadom önmagamat olyannak, amilyen vagyok, békét kötök magammal, akkor a biológia lezárja az említett programokat. És akkor utána megteremthetem én még magamnak azt a biológiai testet, amire vágyakozom. Szeretném az önértékelést, vagyis az önleértékelést, hogy egészen pontosan fogalmazzak, a két lépésben meghatározni. Elsősorban mi az, amit nem szeretek magamban? Pont erre világít rá. És itt kettő kérdést tudnék feltenni.
Így szeretném most másképp megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik az, befolyásolja-e ez az esemény az én túlélésem? Mert mi van, ha ma a kettes metrón utazva valaki megjegyezte, hogy mekkora hátsó féllel érkezem, és hogy lehet, hogy több széket foglalok el a kelleténél. Befolyásolja ez az én túlélésem, hogy valaki ma beszólt a kettes metrón? Én azt hiszem, hogy nem. Ez az ő megjegyzése volt, ő ezt így látta. Viszont, ha ennek az eseménynek teszem a hatása alá, e köré építem fel az életem, mert soha többé nem merek a kettes metróra felszállni, vagy megnézem, hogy csak nálamnál kövérebb ember mellé üljek le, vagy inkább elkerülöm azokat a lehetőségeket, hogy, és ezután taxiba ülök, vagy állok végig a metrón, behúzódva valamelyik ablak mellé, hogy fel se tűnjek senkinek, mert úgysem érdekli a világot, hogy velem mi van, meg amúgy is én beteg vagyok, és nem kövér, mert ez a másik megközelítése a történetnek, akkor el kell gondolkodnom azon, hogy befolyásolja a túlélésem, igen, vagy nem. A második dolog, hogyha ez nem befolyásolja az életem, akkor elengedem, ha befolyásolja a túlélésem, akkor megkérdezhetem magamtól, hogy tudok-e ezzel a helyzettel együtt élni önmagammal szemben, szeretettel, kedvesen. Ha úgy érzem, hogy lehetett benne valami abban, amit mondott, nem a legfinomabb megfogalmazásban, de igazából magamnak sem tetszik az, amit látok, akkor fel kell tennem a következő kérdést. És mit szeretnék ezzel a helyzettel kezdeni? Itt szoktunk elakadni az elméleti síkon. Mert az elméleti síkon a gondolati szintet nem követik tettek. Mert ha folyamatosan beállok a következő pofonért, és mondjuk humorizálok azzal önmagammal szemben, és öniróniát alkalmazok, és próbálom a humorommal, a kedvességemmel, a jóságommal, a másokhoz való odafordulásommal kompenzálni azt, amit én önmagamban nem szeretek, hogy hátba veregessenek a többiek, hogy ó, hát téged így szeretünk, pont így vagy jó, ahogy vagy, és milyen jó pofa vagy, és egyebek, ezzel megint elodáztuk a tettek szintjét. Én azt hiszem, hogy a germánygyógytudomány pont az aktív gyógyulást jelenti. Passzívnak nevezem mindazt, ami a betegséggel rendelkező emberen kívül történik, amit mások tesznek vele. A germánygyógytudománnyal való gyógyulás az az aktív gyógyulás. Itt nem lehet nélkülözni a saját hozzáállásunk megváltoztatását, nem csak elméleti szinten, hanem a gyakorlatban is. Ez nagyon, de nagyon lényeges rámutatás volt, és ha az önleértékelésen túllépünk, ugye a fehérállományú programokon, akkor jönnek az agykérgi programok, és itt jön először is az elválasztási konfliktus. Miért élek meg elválasztási konfliktust? Nagyon fontos gondolatra hívnám fel a figyelmet. Az egyetlen valós elválasztás az, amit magam és önmagam között élek meg. Erre Réka már célzott az előzőkben, de amikor megélem az egységélményt önmagammal, amiben benne van a látható és nem látható, a biológiai és nem biológiai részem is egyszerre, akkor fogom megélni azt az örömet, hogy része vagyok a mindenségnek. Nem különálló vízcsepp vagyok, hanem a tengerrel vagyok egy. És ebben az esetben feleslegessé válik minden elválasztási konfliktus, és minden ehhez kötődő biológiai program is. Itt látjuk az elválasztási konfliktusok kérgi metszetét, mármint a hosszanti metszetét. Mit jelent az, hogy megélem az egységélményt önmagammal? Ez alatt azt kellene érteni, hogy azt, amit gondolok, érzek, ami a testemben, sejtszinten van, ami a
Szívemben, érzésszinten, már ha egyáltalán a szívben vannak az érzések, zárójelbe zárva. Igen. Azt, amit gondolok önmagamról, az életemről és a világról, az harmóniában van. Amikor igazat mondok, és azt mondom, amit önmagam felé igaznak érzek. Vajon önök hogy vannak ezzel? Vajon én? Hogy vagyok ezzel? El kellene ezt a kérdést tennem önmagamnak minden nap. Vajon az, amit gondolok, érzek, sejtszinten tapasztalok, amit vágyok megtenni, amiért minden nap felkelek, az egységben van-e azzal, ami én vagyok? Amíg kimondom azt, amit gondolok, amíg az, amit mondok, nem titok, addig jó nekem. Van egy új szokásom. Reggelente átnézem az első ébredezés utáni pillanatokban, hogy most hogy érzem magam. Nagyon gyakran nem figyelünk oda. Nem figyelünk oda azokra a pillanatokra, hogy hogy ébredtem, fáradt vagyok, nyugos vagyok, kipihent vagyok, tetrekész vagyok, unott vagyok, kedvetlen vagyok, nincs hangulatom. Milyen az az érzés, amivel ébredek? Abban a pillanatban, amikor ki tudom fejezni azt, hogy ma úgy érzem, hogy morcosan ébredtem, és ezt ki tudom magamnak fejezni, egyszerűen, könnyen, meg tudom fogalmazni, milyen érzések vannak bennem, akár rögtön ébredés után, vagy na bármelyik pillanatában, egyszerűen kifejlesztek egy befelé figyelő kamerát. Az a befelé figyelő kamera, ami nem véletlenül egy monitoring, egy megfigyelő kamera. Ezzel arra szeretnék célozni, hogy ha befelé figyelek, és önmagamat is megfigyelem, hogy vajon ezt most ösztönösen tettem, félelemből, haragból, dühből, indulatból, egóból, vagy azért, mert egyszerűen csak ez jött alapvetően, akkor észre tudom venni azokat a helyzeteket, amikor elsiklik a figyelmem, amikor félresiklok, amikor nem tudok önmagammal egy lenni, amikor önmagammal is meghasonulok. Ezekből vannak a legnagyobb konfliktusaink. Megint csak a lényegre mutattál rá, és nagyon-nagyon köszönjük, mert ha ezeket a dolgokat mi rutinnal tennénk, hogy befelé is figyelünk, akkor nem élnék meg elválasztási konfliktusokat sem. Nem lennének kültakaró programjaink, ugye? Az elszarosodott laphámnak a sorvadása, a pigment réteg sorvadása, a hajnak a kihullása, a tejcsatornáknak a tágulása, a visszaépülése, lásd, duktuszkarcinóma. És a szájüreget nem véletlenül tettem ide be, mert sok minden, ami a szánkba kerül, attól is szeretnék megszabadulni, elválasztódni, és aftákat fogunk csinálni, vagy éppen az ajkunk körül fog kialakulni egy vitiligós folt. Itt csak ezért tettem be a szájüreget. Tehát a lényeg mi lenne? A lényeg az lenne, hogy az elszakadás, az elválasztódás az életünkben ne okozzon akkora törést. Amikor én függővé teszem az életemet egy másik embernek a jelenlététől, amikor a párkapcsolat az valójában egy félrebillent mérleget mutat, vagyis nem tudok élni nélküled, a kedvenc slágerem. Vagy hogyan tudnék élni nélküled, énekli egy másik énekes. Szóval ez a túlzott kötődés lesz az, ami viszont már kóros, és ami elvezet minket az elválasztási konfliktus megtapasztalásához, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy most elképzeltük. És mi lesz? Hát igen, érzéketlenség, emlékezet, kiesés. És aki az elválasztási konfliktust időskorában folyamatosan újra meg újra megéli,
eljut az Alzheimer-korig. Szükséges ez? A biológiában a fajnak a fenntartását, megmaradását támogatja az elválasztási konfliktus biológiai lefutása. A konfliktus biológiai lefutása azért értelmes, mert nem szalad az elveszett birka után a birkamama, hanem menekül a nyájjal együtt, mert a következő szezonban majd megint lesz kisbirkája, de hogyha futna a birka után, a kölyke után, őt is, meg a kisbirkát is megennék a farkasok. És a faj fenntartása az fontosabb, mint az egyedi kisbirka élete. Tehát csak értsük meg, és ebből már is nyilvánvalóvá válik, hogy a faj fenntartással kapcsolatos konfliktusaink mindig erősebben fognak becsapódni, mindig súlyozottabbak lesznek, mint az összes többi konfliktusok. Mert a faj fenntartása, a faj kipusztulásától való félelem a legnagyobb félelem. A túlzott alapú a félelem alapú kötődések. Kérem szépen, ezek megint nem valódi párkapcsolatokhoz fognak vezetni. Ki fog derülni egy idő után, hogy az, aki túlzottan kötődik a másikhoz, az már nyüggé válik. Attól már, azt már le akarjuk rázni, azt már koloncnak érezzük a lábunkon, és nem akarunk magunknak vízszeres programot elindítani. Attól már szeretnék elválasztódni, és bőrprogramokat fogok elindítani, és a többi, és a többi. Na most a gyerekeknél az elválasztási konfliktus hozza a bőrtüneteket, a neurodermitisztől, az ekcémáig, mindenféle bőrtünet megtalálható a gyerekeknél, még az úgynevezett bárányhimlő járvány is az elválasztási konfliktusnak a megélése, csak több gyereknél egyszerre. És miért éli meg a gyerek ezt? Mert a gyerek természetesen kötődik az anyjához. Az ő élete biológiailag az anyjához kötött. És ha elválasztják az anyjától, mert leteszik a gyerek megőrzőbe, akkor természetes meg fogja élni az elválasztási konfliktust. Felnőtt korra viszont meg kéne tanulnunk elengedni a szeretteinket. Hagyni őket is tanulni, tapasztalni. Hagyni őket tanulni, tapasztalni. Mert attól függően, hogy milyen hatalmas bennem a félelem, az elválasztódástól való félelmem, ez meg fogja határozni a biológiai programnak a helyét és mélységét. Ez fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz a szöveti sorvadás. Milyen fokú lesz az érzéketlenség, és a megoldásban mennyire lesznek a megoldási tünetek hát intenzívek. A birtokkonfliktusokra hoztam ezt a agyi metszett képet, és hát akik már a birtokkonfliktusokról szóló webkonferencia előadást ismerik, azok tudják ezeknek a konfliktusoknak a típusait. Ugye a birtoknak a féltése, itt jobb oldalon, görgőprogram, megoldásban tüdőgyulladás, birtoknak az elvesztése, túl későn megoldva szívmegállás, és nem indítható be újra, megáll és kész. Aztán a határoknak a kijelölése, vizelet ürítési programok, a bosszankodások, gyomor, epe, hasnyálmirigy programok, identitáskonfliktus, nem tudom kinek a véleményére hallgassak, és jön az a végbélnyálkahártya program. Rémület, félelem, és jön a géget program, és ide csapódnak a szexuális konfliktusok, amelyek aztán megváltoztatják a viselkedést, megváltoztatják a menzeszt, megváltoztat mindent, ha ez a konfliktus nincs feloldva. Az a félelmünk,
hogy ha nem birtokolunk eleget, akkor a túlélésünk nincs biztosítva. Tehát bennünk van a birtoklási vágy, de valójában csak a konfliktusainknak a lehetőségét és számát fogjuk gyarapítani azzal, ha minél több dolgot birtoklunk. Ilyen érdekes, hogy akinek nincs mit elvesztenie, annak nem lesznek birtokkonfliktusai. Ha rájönnénk arra, hogy minden, ami a rendelkezésünkre áll, csak eszköz az utunkon, hogy célba érjünk. A folytatást mindenki tudja, aki volt tanfolyamon. Akkor már csak a valós céljaikat kéne meghatározni. Mondom, a valós céljainkat. Hogy miért vagyunk itt a Föld nevű bolygón? Mi a fenét keresünk itt valójában? Csupán annyi az emberi létnek a feladata, hogy növekedjék, tanuljon, dolgozzon, szaporodjon, majd eltemessék? Ennyi lenne az emberi létnek az összes értelme? Vagy van ennek az emberi létnek talán egy magasabb szintű megélési lehetősége is? Én azt hiszem, hogy amiről eddig beszéltél, Karesz, ez a dolgozni, szenvedni, megöregedni, meghalni program, ez számunkra nem kecsegtető. Valahogy nem tetszik. Ebből a perspektívából tekintve egészen unalmas kilátásaink vannak. De én azt hiszem, hogy eljött annak az ideje, hogy felébredjünk a kóros álmodozásból. Hogy ne csak vágyakozzunk, hanem tegyünk is érte valamit. Hogy ne birtokoljunk, hanem élvezzük azokat a helyzeteket, amiket együtt teremtünk olyanná, amilyenek. Eljött annak az ideje, hogy az előítéleteinket, a feltételeinket félretegyük, hogy eldobjuk ezeket. Eljött az ideje annak, hogy az egyszerű túlélésre hajtsunk. Hogy azért tartozunk össze, mert van egy közös fedél a fejünk fölött. Mert egy családból származunk. Eljött az idő a gyökeres változásra. A néha ostobaságokat sem mellőző viselkedéseinket, viselkedésünket, gondolat és életvezetésünket valami értelmesebbre cserélni. Mi lenne, hogyha megengednénk magunknak azt a gondolatot, hogy holnap csak egy pici dologban másképp fogok reagálni. Csak egy apró dolgot. Minden nap csak egyetlen egy picit kellene változtatni. Bizony. Nem radikális döntésekre hívunk meg a kedves hallgatókat, hanem egyszerű, olyan kicsi lépéseket, mint például holnap rámosolyok valakire. Nem nagy döntés, de ezek összeadódva meghozzák a kellő eredményt. Nem nagy döntések azok, amiket meghozhatnánk. Egyszerűen mi lenne, ha valamiről másképp gondolnék? Holnap megkérdem a szomszédot, hogy hogy van. Eddig nem álltam vele szóba. Mert zavarta a birtokomat. Igen. Mert féltem tőle, hogy át fogja Igen. engedni a kutyát, és Igen. majd ki fogja tépni a veteményes semből, még be nem született, be nem takarított terményeket. Igen. Szegény nem tudja miért, de én haragszok. Vannak olyan helyzetek, amikor a birtoklás a kérdés, hogy valóban birtoklom-e azt a valamit, vagy valakit, amiről szó van. Vagy egy hamis illúziót fűzök hozzá, hogy ez az enyém, ez hozzám tartozik, ez rólam szól, de valójában rólam szól-e ez a dolog? Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. És ez az őrzés, ez nem mindegy, hogy milyen. Hogy ezt őrizzük, vagy ugyanis körömmel tartjuk. Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. És ha képtelen vagy azt továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi is legyen a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod, eltűnik, ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd szabadon, és örökre tiéd marad. És ha birtokkonfliktusok nincsenek feloldva, ugye jönnek a kérgi konstellációk.
A konstelláció mindenkinek, aki még esetleg nem hallott róla, nem a csillagok együttállását jelenti itt, hanem azt, hogy az agy félteke mindkét oldalán van egy feloldatlan konfliktus. Látjuk itt Kérgi szinten, látjuk itt a fehér állomány szinten, látjuk itten a két oldalt a kisagyi szinten, és látjuk agytörzsi szinten. Amikor ilyen helyzet áll fent, mindig viselkedés változás lép fel, és a viselkedés változás is a túlélésünket hivatott szolgálni. Erről most nem tudok részletesebben beszélni. Miért? Viszont van egy webkonferencia előadás, és egy YouTube csatornán elérhető lejátszási lista, ahol a birtokkonfliktusokról lehet részletesebb információt kapni. És az Asperger-szindrómáról készült webkonferencia anyag is készen van, ami egy nagyon jó összefoglalása ezeknek a viselkedés változásoknak. Az ellenszegülés az egy nagyon érdekes dolog, mert neki feszülök annak, ami van, mert nem tudom elfogadni azt, ami van, és hát a biológiám rögtön jön és segít, mert az ellenszegüléshez erő kell, az erőt a cukorból állítom elő, tehát a dolognak a végeredménye, hogy emelkedik a vércukor szinten. És ha én mindenre ellenszegüléssel reagálok, akkor mi lesz a következmény? Az lesz, hogy cukorbeteg maradok. De amikor a félelem helyett a bizalom fog belépni az életembe, akkor ez a program is feleslegessé válik, vagyis meggyógyul, vagy el se kezdődik a cukorbetegség. Ne feledjük, hogy az undorfélelmi konfliktus is képes cukorbetegség kialakításához, de lásd a diabétesről szóló webkonferencia anyagot. Amikor az elképzeléseinket átírjuk arról, hogy a világnak milyennek kéne lennie, kérem szépen, akkor meggyógyulunk. Vagy harcolhatunk, és szedhetjük a gyógyszereket egy életen át. Van egy nagyon érdekes gondolat, amit szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Méghozzá egy olyan gondolat, ami nem is a sajátom, egy buddhista gondolatmenet, ami a következőképpen szól. Engedd, hogy az emberek megítéljenek. Engedd, hogy félreértsenek. Engedd, hogy pletykáljanak rólad. Azt, amit rólad gondolnak, nem a te problémád. Véleményük nem fogja a számláit kifizetni. Tehát maradj kedves, szeress kitartóan, és légy szabad egyéniség, bármit is mondanak vagy tesznek, soha ne kételkedj értékességedben és az igazság szépségében. Ragyog tovább, és hagyd a gyűlölködőket gyűlölködni. Nagyon érdekes, hogy mennyi mindennel tudunk harcolni, küzdeni, hány ellenszegülésre tud az élet helyzetet teremteni. Saját reakcióm tehát, vagyis saját döntésem tehát az, hogy ennek mennyi jelentőséget, mennyi energiát adok az életemből. Amikor eldöntöm, hogy igen, holnaptól lehet, hogy nem fogok már bizonyos dolgokra olyan vehemensen reagálni, csak próbáljuk ki. Nem azt kérem senkitől, hogy holnapon ne reagáljon, csak próbálja azt egy picit tompítani. Észre fogja venni, hogy sokkal kellemesebben fogja érezni magát ettől a gondolattól, ettől az új megközelítéstől. A cukorbetegség is egy folyamatos ellenszegülés, egy folyamatos nem akarom, egy folyamatos harc következménye. Legyen a kiváltó ok az undorfélelem, vagy az ellenszegülés, teljesen mindegy, harcolunk. Harcban pedig nincs építkezés. A harc az mindig háború, az mindig halál. Így van. Félünk a múlt emlékeitől, és félünk a jövőtől. Ha ezt egyszerre csináljuk, mint említettem a bevezetőbe, akkor már is örülhetünk a migrénes fejfájásnak. De ha csak az egyiket éljük meg, akkor lehet belőle golyva, non-Hodgkin limfóma, és ugye a múltból jövő félelmek, ne feledjük, hogy a látóközpontba csapódnak, tehát elvesztjük a tiszta látásunkat. Miért?
Egyik esetben sem a pillanattal foglalkozunk. Nem arra irányítjuk a figyelmünket, ami van, hanem latolgatjuk a lehetőségeket. A múlt tapasztalatai alapján ki akarom számítani, hogy mi lesz akkor, ha. Ez a kockázatelemzés. Ez tiszta agymunka. Csak közben elvesztjük a tisztánlátásunkat. Ne feledjük, hogy ismét a félelem betegít meg, és ha tudnánk örülni annak, ami van, ami annyira természetes, hogy van kezem, hogy van lábam, hogy természetes úton ürülnek belőlem a maradékok, hogy érzek illatokat, hogy látok, hogy hallok, hogy van levegőm, van vizem, van táplálékom, hogy sokkal többen rendelkezem, mint amire szükségem van. Ezeket egy észrevennénk, akkor vajon lennének ilyen konfliktusaink? A hálát tudnánk adni mindenért, ma is, ami van, ami olyan természetes, hogy már észre se vesszük, akkor, ha ma is lezárnánk békével a napjainkat, vajon holnapra át tudnánk vinni valamilyen betegséget? Nem hiszem. Hogyan tehetnénk feleslegessé ezeket a félelmeket? Beszéljünk egy kicsit a megoldásról is, bár eddig is rengeteg megoldást mondtunk el. Ugye az előbb is említettem, mikor Réka beszélt, hogy az egyetlen valóság mindenkinek a saját megélése, és amire figyelsz, ott a valóságod. Most kérdés, hogy mire figyelek? Arra, ami nincs, vagy arra, ami van? Mert ha a félelmekre figyelünk, akkor egyre többet fog a félelemből kitalálni az fantasztikus, intelligens agyunk, és eljutunk egészen a pánikig. De ne felejtsük el, hogy minden félelem mögött a halálfélelem és a faj kipusztulásától való félelem áll. Aki csinált már félelemfeloldást, az mindig eljutott ide, tanfolyamon megtanulhatja. Amikor kockázat elemzésről szól az életem, akkor jön a pánik és az idegösszeomlás. De mint már a bevezetőben is említettem, a második biológiai természettörvénynél, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt. Ha valakinek ez kétséges, legyen szíves megnézni egy mély nyakrák története, a 40. eset című előadást, ami egy rádiójáték, Hammer doktor tollából egy esettörténet. Tehát, ameddig a biológiai testemmel és a negatív gondolatokkal azonosulok, addig a biológiai álomvilágban élek. Kérem szépen, az önsorsrontó gondolatok a legsúlyosabb dolgok, amelyek meg tudnak minket betegíteni, mert amíg nem változtatok a gondolkodásomban, nem változik semmi. A megoldás három lépését a következőképpen tudnám összefoglalni. Az első lépés a DHS. Még mindig itt vagyunk, első biológiai törvény, tisztázzuk magát a konfliktust. Ebben segít a germán gyógytudomány. Jaj, de én nem emlékszem rá. De mi a tüneted? Hiszen a lélek vagy szervtengely egy tökéletes megoldás. Ha az egyiket ismerem, akkor a másik kettőt is ismerem. Tehát ha tudom, hogy mi a tünetem, vagy mi a diagnózis 20%-a nem igaz, én nekem mindig az a fontos, hogy a beteg mit mond el. Ezt külön kiprovokáltam, köszönöm. Ja, ezt mondom. Na szóval, mindig az a fontos, hogy a beteg mit mond el. Annyi kitalált betegség van. Tegnap is kaptam levelet ilyenről, hogy valamilyen betegségről írtak, amit még Magyarországon nem ismernek. Írták nekem külföldről. Dehogy nem, nem ez érdekes. Az az érdekes, hogy mi a tünetem. A tünetek alapján meghatározzuk, hogy ez milyen konfliktusra utal, és akkor már csak azt kell megtalálni, hogy ezt a konfliktust én mikor éltem meg. Hát nem egyszerű. Könyörgök. Egy olyan csodálatos nyomozási munka, és mindig kiderül. Segít a más studenten méghen abban, hogy megálmodjam, hogy feltárjam a konfliktust, segít abban, hogy lezárjam, hogy letranszformáljam a birtokkonfliktust, hogy leállítsam konfliktus aktív szakaszban a többi konfliktust.
segít a megoldási szakaszban, hogy optimalizáljam, hogy átmenjek az epileptoid krízisen minél hamarabb és minél könnyebben. Fantasztikus segítségeket adott Hammer doktor számunkra a megoldásra, de még az archaikus varázsdallam se fogja helyettünk megoldani érzelmileg azt, amit nekünk kell megoldani. Ezért hatnak az optikai sínek, akkor is, ha hallgatom a varázsdallamot. De a biológiai programot magát segít kivezetni. Tehát ne feledjük, az első lépés a konfliktus tisztázása. És ebben a germán gyógytudomány segít. A második lépés ugye a konfliktus érzelmi feloldása, mert akkor a sínek is el fognak tűnni. De mit értünk érzelmi megoldás alatt? A gyereknél az a fontos, hogy többet ez ne forduljon elő. Érzelmileg, empátiával, megbocsátással, megértéssel. Sőt, elengedéssel, mert lesznek olyan dolgok az életünkben, amit nem fogunk tudni megoldani. De könyörgök, el lehet engedni azt az érzést. Feleslegessé is lehet tenni a konfliktusokat. Jaj, kérem, ez már egy másik fajta hozzáállás a saját életemhez. A konfliktusok feleslegessé tétele. Mert muszáj nekem mindenen bosszankodnom? Muszáj nekem mindenkiért aggódnom? Miért? Ja, mert otthon is ezt láttam. Vagy veszekedtek, vagy aggódtak. És nekem ugyanazt kell tennem, amit anyám meg apám tett? Vagy kezembe veszem az életem irányítását, és az történik velem, amire vágyakozom, és a javamat szolgálja. Kérdés, mikor ismerem fel a pokoli szerepeimet, és lépek ki belőlük tudatosan? Az érzelmi megoldás, az érzelmi feloldás, ez nem kell még érettségi sem, hogy valamit érzelmileg fel tudjak oldani. Csak a túlzásba vitt agyalás az, ami megakadályoz engem az érzelmi feloldásban. Mert azt gondoltam, hogy én ezen már túltettem magam. De a biológia soha nem hazudik. Mindig konkrét, hajszálpontos választ ad arra, hogy hol tartok. És ha még mindig nem szűnt meg a fájdalom 12 éve, akkor miről van szó? Elakadt a program. És amikor lezárta a kolléganő a birtokféltés konfliktusát érzelmileg, a 45 évig tartó köhögése megszűnt. Mit ad Isten? Ilyen is van. Tessenek megnézni a weblapon a riportokat, és nagyon sok minden ki fog derülni. Tehát az érzelmi megoldás azért lényeges, mert nem vadállatok vagyunk. Képesek vagyunk érzelmileg megoldani dolgokat. Az állatok nem képesek, de mi képesek vagyunk. Akkor tegyük meg. Vagy jól érzi magát valaki abban, hogy folyamatosan haragszik, hogy gyűlölködik, hogy áskálódik? Ez lenne az emberi létnek a célja? Vagy a megértés, a megbocsátás és az együttműködés megvalósítása egy cél érdekében, az összefogás. Nagyon-nagyon lényeges a mi hozzáállásunk az egészhez, mert a világ pont olyan, amilyenek mi vagyunk. Amikor mi megváltozunk, akkor fog a világ is megváltozni. De ezért mindenkinek egyenként kell önmagukkal foglalkozni. Mindig könnyebb a szomszéddal, nem? Mindig könnyebb kritizálni. És ugye ilyenkor van az, hogy de a gerendát meg mi nem látjuk meg. A harmadik lépés pedig az, hogy már nem reagálok, hanem tudatosan döntök, akkor meg se fogok betegedni. Zárjuk le békével a napjainkat. Nem győzöm hangsúlyozni. Ez az, ami a legfontosabb. A mai nap eseményeire még mindenki emlékszik. És ezt ma el tudom engedni, hogy megbántottak. Akkor nincsen semmi gond. Első lépésben is kimondom, hogy ez van. A fene megette, ez van. Valami megtörtént, amire nem számítottam. Ez van. És addig mondom, hogy ez van, amíg végre látom magamat kívülről. Már nem a szenvedő alanya vagyok a történetnek, hanem kívülről képes vagyok objektíven megvizsgálni a helyzetet. Második lépésben eldöntöm,
hogy most mit kezdek ezzel a helyzettel? Megnézem a másik oldalát is, ugye? Mert amire figyelsz, ott a valóságot. És megnézem, hogy oké, hogy most nem úgy történt, meg váratlan volt, meg nem így képzeltem el, de mit tanulhatok én belőle? Vajon mi jót hoz számomra? Ne felejtjük, hogy minden rosszban van valami jó. Megkeresnénk ezt a valami jót? Lehet, hogy nem találjuk meg rögtön, de legyünk türelmesek. Adjunk időt magunknak arra, hogy megtaláljuk abban a bizonyos rosszban azt a jót, ami nem szivatás, hanem tanítás. És amikor rájöttem arra, hogy ez tanítás, és meg tudom köszönni, na most, ha valamit meg tudok köszönni, akkor érzelmileg megoldottam? Én úgy gondolom, hogy igen. A hálát, a köszönetet gyakrabban kéne alkalmazni az életünkben. És akkor sok mindent le tudnánk érzelmileg zárni. Tehát a nem ördögtől való dolog ez az érzelmileg való lezárás. És mondom, hogy ehhez még érettségi diploma sem szükséges. Emberek gyógyultak meg úgy, hogy csak webkonferencia anyagot néztek. Megértették a konfliktusukat, megbocsátottak, lezárták a párkapcsolati konfliktust, és meggyógyult a meldaganat. Megértette a webkonferencia alapján, hogy mi juttatta előtt oda, ahol tart, és visszaépítette önmagát. Kérem szépen, a hámeri medicina egy csodálatos tudomány. Kérdés, mikor fogjuk átvinni az életünkbe? És nem csak annyit tudni róla, hogy sejt plusz, meg sejt minusz, meg esetleg a törvényekből valamit. Mikor fogunk eljutni oda, hogy ez mindennapi programunká válik? Legyen egy fél óra, egy nap, hogy megnézek egy riportot, vagy elolvassak valamit a weblapnak az írott anyagából, vagy megnézek egy előadást, hogy szinten tartsam a tudásomat. Meg tudja ezt valaki helyettem tenni? Nem. És ismét behozom a lényeget. Ezért a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ezt értsük meg, a konfliktust helyettünk nem fogja senki megoldani. Az én megélésemet helyettem senki nem tudja elmondani. És nincs az a guru, aki majd megszünteti a hámeri gócaimat, vagy átírja az életemet, vagy megváltoztatja a környezetemet. Kérem szépen, a környezetemet is én alakítom azáltal, hogy hogyan élek, hogyan gondolkodom, és hogyan cselekszem. És ha ez harmóniában van, akkor harmónia van a testemben. Ha én elfogadom a világot és önmagam úgy, ahogyan van, úgy, ahogyan vagyok, akkor meg se betegedhetek. És ha még mindig azt az egy embert keresi valaki, aki majd megváltoztatja az életét, az nézen tükörbe. Egyetlen újra és újra gondolt rossz érzést keltő gondolat, függetlenül attól, hogy igaz vagy nem, képes arra, hogy rumba döntse az életed. Egyetlen újra és újra gondolt jó érzést keltő gondolat, függetlenül attól, hogy igaz vagy nem, képes arra, hogy felvirágoztassa az életed.